33. fejezet Abu Sammar, 8 óra 55 perc Ahmed Farnad a szálloda hátsó udvarában Fiat teherautójának szélvédőjét tisztogatta gyűrött szarvasbőrrel. Az üveget, por és bogártetemek borították a reggeli repülőtéri autózás után, és igazán nem tudta, hová tegye az egész zőzavaros ügyet. Több mint két órát várakozott, de a németek nem jöttek. A homokvihar elég vad volt. Persze, és gyanította, hogy vagy el kellett szalasztaniuk a küldetést, vagy útközben lelőtték a szerencsétleneket, de az is lehet, hogy lezuhantak. Ha ez történt, saját érdekében reménykedett benne, hogy nem maradtak túlélők. Megvolt rá az esély, hogy valamilyen módon kompromittálódjék, ha elkapják és kivallatják őket, és a történtek bizonytalansága miatt feszültnek érezte magát. Végzett a fiat szévédőjének a megtisztításával, kimosta a szarvasbőrt, kiöntötte a vödörből a piszkos vizet, aztán átvágott az istállón, szétkelgetve az útjába kerülő csirkéket. Belépett az üres kecskeóba, és szétrúgta a padlót borító nádlevél takarmányt. Alatta csapóajtó nyílt, és amikor fölemelte, takaros kis rejtek hely tárult fel legfelül koszos zsákvászon feküdt, és amikor ezt elvette, előbukkant alól a rádió adója, mellette a Luger pisztoly feküdt. Két órával ezelőtt leadta a kódolt üzenetet, megkérdezte, miért nem érkezett meg a repülőgép. A vételt visszaigazolták, de este 11 óráig nem volt lehetőség a válaszra, amikor nyitva fogja tartani a hullámhosszát. Legalább addigra magyarázatot kell kapnia, de most meg akart róla bizonyosodni, hogy a rádió akkumulátora teljesen fel van töltve. Éppen ki akarta emelni, amikor belépett az istállóba a felesége. Hamoszürke arccal idegesen gyűrögette a kötényét. Ahmed, katonák vannak odakint, bejönnek a szállóba! Azt hiszem, letartóztatták Mafuszt. A félelemtől majdnem leesett Ahmed álla. Elrejtette a rádiót, a helyére igazította a csapóajtót és a kezével szétszóta a takarmányt. Maradj itt, asszony, mondta Gonterhelten. Tégy úgy, mintha a csirkék etetésével foglalatoskodnál, és próbálj nyugodt maradni. Halder ott várakozott récsőllel, ami a recepció lehetett, fapult, mögötte a falon rozog a táblán kulcsok lógtak. Kleist és Doring kint ült a dzsibben, falkonira vigyáztak. Rongyos gyerekek csoportja sereglet köréjük, amint felbukkant a dzsib. A faluik követték őket, és mint Kleist, mint Doring kellemetlenül érezte magát. Olyan, mintha cirkusz érkezett volna a városba, mondta Halder. Az egész átkozott falu tudja, hogy itt vagyunk, de ez ellen semmit nem tehetünk. Abu Sammar nem volt több fa és vályog együttesénél, a semmi közepén. A települést aszfaltozatlan utcák és keskeny sikátorok szőtték át. Sovány csirkék és kecskék kódorok takarodható szeméthalmok között. Az egész lakosság, férfiak, nők, gyerekek kíváncsian lesték őket, amint a szeti elé gördültek. A szálloda nem volt valami nagy, háromszintes épület, zárt oldalsó udvarral, a roskatok helyett ócska szőtte szőnyek díszítette, a fehérre meselt falról pergett a mész. Ez volt az egyetlen hotel a faluban, amelynek a külseje alapján egyesen volt szüksége. Hát nem éppen a lic, szólt Récselhez Halder. Törött fémkorláttal szegélyezett régi márvány vezetett föl az emeletre, a szállónak dohos, állott szaga volt. A pulton csengő feküdt, Halder ismét rácsapott, ezúttal erősebben a csengés visszhangzott a falak között, aztán ismét lenézett Mafuzra. Biztos, hogy apád itt hon van? A repülőtéren találtak a fiúra, aki az egyik bádok barakban vigyázott a kecskékre, és Haldernek nem kellett sok idő, hogy rájöjjön, mi történt. Megkeresem, uram! Jól van, legény! Halder megpaskolta a gyerek fejét, de amikor a fiú elindult, egy szingár férfi került elő, feszt és galabiát viselt. Borotvállatlan arca csillogott a félelemtől, és abban a pillanatban, ahogy megpillantotta Halder brit egyenruháját, csak nőtt az aggodalma. Miben? Segíthetek, uram? A tulajdonost, Ahmed Farnadot keresem, mondta Halder folyékony arabsággal. Én, én vagyok Ahmed. Berlini ismerősünk foglalt nekünk helyet, de önhibánkon kívül késtünk. Ahmed végre meghallotta a szavakat, de izgatottságában nem értette őket. Kinézett a dzsipre, mielőtt visszafordult. Tessék! Halder türelmetlenül megszólalt. Nem értik, kik vagyunk, ember! A repülőtéren futottunk össze a fiával. Újabb másodpercbe telt, amíg felfogta a szavakat. Aztán Ahmed megkönnyebbülve kifújta a levegőt, és letörölte arcáról a verítéket, minden elővigyázatossága elszállt, pillanatig sem kételkedett abban, hogy látogatói azok, akiknek mondják magukat. A repülőtéren hagyta Mafuszt, arra az esetre, ha valami folytán előkerülnének a németek. Amikor, amikor a feleségem azt mondta, katonák vannak itt, azt hittem, azért jönnek, hogy letartóztassanak. Majd később megmagyarázom az egyenruhánkat. Most viszont sürgősen szükségünk van a segítségére. Gyerekfalka tűnt fel a küszöbön. Kuncogtak a látogatókon, de Ahmed elhessen tette őket. Tűnjetek el! Mafuszhoz fordult. Hozza vendégeinknek egy kis ennivalót és frissítőt! Felejtse el! Mondta Halder. Bajban vagyunk! Bajban? Ahmed újból elsápadt, Haldert és Récsőt a szálló hátsó részében lévő szobába terelte. Jöjjenek erre, ott beszélhetünk magunkban. A mocskos, kékefestett épület szárny elment étkezőnek több alacsony asztal és szakadt párna volt benne. Ahmed bevezette őket, piszkos zsebkendőjével megtörölte a homlokát, még mindig próbálta összeszedni magát. Miféle bajban? Több mint két órán át vártam magukra. Mi történt? A repülőgépünk lezuhant, innen nyolc kilométerre. Az arab a homlokát ráncolta, ismét Halder egyenruháját méregette, tekintete magyarázatét esdekelt. Honnan kerítették az egyenruhákat és a dzsippet? Ez másik szerencsétlen gond, amibe belefutottunk. Két brit tiszt jött a roncshoz. Brit tisztek? Ahmed meredten bámult. Hol vannak? Halottak. Ahmed riadtan nézett, arcához kapta a kezét. Egyre rosszabb, ez biztosan nem segít. A pirótánk súlyosan megsérült. Nem volt más választásunk, mint hogy ide jöjjjünk. Fényes nappal, a faluban mindenkinek járni fog a szája. Elkerülhetetlen. Most, ha nincs ellenére, orvosi segítségre van szükségünk. Van orvos a faluban? A legközelebbi 22 kilométerre innen található, és nem megbízható ember a britekkel barátkozik. Akkor meg kell tennünk, amit tőlünk telik. Szükségem van forró vízre és tiszta törőközőkre. Ahmed bólintott. A feleségemmel behozatom őket. Kerítsen nekünk egy szobát. Valami félre első hely kell, ahol elláthatjuk a barátunkat. Vannak vendégei? Ahmed megrázta a fejét. A feleségemet és a fiamat leszámítva, a szálló üres. Halder récsőhez fordult. Szólj a többieknek, hogy vigyék a csipet a hátsó udvarba, és hozzátok be vítót, amilyen gyorsan csak tudjátok. Amikor récső kiment, Ahmed a kezét töldelte. Ez katasztrófa, a hadsereg járőrei ide jönnek majd. Észre sem veszik és már ellenőrzik a falut. Nem maradhatnak itt sokáig. Ezzel tisztában vagyok. De most tegye, amit kértem. Ahmed kelletlenül levett egy kulcsot a falról. Az életemet kockáztatom és a családomat. Mindannyian az életünket kockáztatjuk. Ma kérem a szobát, a forró vizet és a törőközőket, de gyorsan. 34. fejezet 11 óra Weaver izzadt a fedett zsibben. 30 kilométerre voltak Alextől, nyitott útszakaszon robogtak, a nap kegyetlenül tűzött. A sivatag végtelenségét néha mindkét oldalon sziklák, katonai járművek és harckocsik kiégett roncsai, csaták és visszavonulások maradványai törték meg. Lukasz hadnagy örében nyitott térkép feküdt, a kezében iránytűt tartott. Menjen balra, utasította a sofőrt, a férfi pedig rákanyarodott a nyílt sivatagra. A hadnagy hátra nézett. A pilóta által megadott koordináták szerint a dakotának innen egyenesen délre 5 kilométerre kellett lennie. A bófájter roncsait már átvizsgálták. A járőr, amelyet a hadnagy korábban odavezényelt, földerítette a zuhanás helyét, és rádión visszajelentkezett. Még a környéket fűkézték, amikor Weaver és Sanson odaért. A repülőgépből nem sok maradt. A gép orra belefúródott a homokpatkába, a becsapódástól nyilván felrobbant az üzemanyagtartály, a gép teljesen széthullott, alumínium roncsdarabok szóródtak szét több száz méteres körzetben, néhány törmelékből még gyenge füst szállt fel. Az egyik katona megszenesedett emberi kart talált, 50 méterre a becsapódás helyétől, de körülbelül ennyi maradt a személyzet tagjaiból. Nem szép módja a távozásnak, de legalább biztosan gyors volt, jegyezte meg Sanson. Úgy döntöttek, tovább sietnek, a másik járőr követte őket. Húsz perc múlva messziről megpillantották a dakotát, Weaver elfogadta a hadnagy által nyújtott távcsövet. A leszakadt szárnyat leszámítva a repülőgép viszonylag sértetlennek látszott, de a baloldali propeller teljesen összegyűrődött a földbe csapódás erejétől. Észrevette az eltéveszthetetlen csillagsávos jelvényt a géptörzsön és a farkrészen. Nos, kérdezte Sanson. Vívőr odaadta a távcsövet. Ahogy közelebb értek, látta a roncshoz vezető halvány keréknyomokat. Nézze meg személyesen, minden nyugatnak tűnik, amennyire meg tudom ítélni, semmi mozgás sincs. Jobb, ha semmit nem kockáztatunk. Sanson elővette a pisztolyát, és odaszólt a sofőrnek. Húzódjon ötven méterre, a többit gyalog tesszük meg. Kilenc óra. A Szeti második emeleti szobája ütött kopott, rideg helység volt. Régi fémágy állt benne, koszos ágyneművel, a málló fehér falak megsárgultak a dohányfüstől. Az ágyhoz cipelték Falkonit, Alder pedig azonnal munkához látott. Levágta a repülős ruhát, és eltávolította a véráztatta kötéseket. A lábsérülés sokkal csúnyább volt, mint először gondolta. Csont türemkedett ki az izomból, Falkoni sok vért veszített. Halder kitapogatta Falkoni pózusát, aztán fölemelte a szemhéját, és megvizsgálta a pupilláját. Megpaskolta Falkoni arcát, de az nem reagált. Átnézett récsőre, aki szorgosan tisztogatta a sebet. Csúnyán néz ki, teljesen eszméletlen, a pózus a gyenge. Tehetünk valamit? Halder odaintette az ágy lábánál Kleist és Dóring mellett álló Ahmedet. Biztosan van valaki a faluban, aki ért az orvosláshoz. Ahmed megvonta a vállát. Van egy öreg banya, aki megteszi bábának, és van pofája ápolónőnek nevezni magát. De ha engem kérdez, reménytelen eset. Olyan szája van, amelyik jobban működik egy rádióadónál. Mielőtt észrevenné, az egész falu tudna a dolgairól. Mennyi idő alatt sikerülne orvost keríteni? Pár óra, feltéve, hogy nem hívták el sehová. De még akkor sem hozhatja ide. Túlságosan veszélyes lenne, és valószínűleg tájékoztatni akarná a katonai hatóságokat. Igaza van, szólt közbe Kleist. Így is gyengék az esélyeink. Miért rontanánk tovább? Kérdezze meg az öregasszonyt, tud-e segíteni? Szólt Halder Ahmedhez. Mondja neki, hogy idegenek vagyunk, akik magához jöttünk segítségért. Annyit kell tudnia, hogy autóbaleset érte a barátunkat. Beszél a nő angolul? Nem. Akkor mutasson be engem brit tisztként, és hagyjuk ennyiben. Figyelmeztetem, hogy az öregasszony használhatatlan, szólt Ahmed. Inkább biznék a helyi mészárosban. A koldusok nem válogathatnak. Hozza ide, amilyen gyorsan tudja. 9 óra 15 perc. Az öreg asszony teljesen fogatlan volt, legalább 80-as éveit taposta. Tetőtől talpig feketébe öltözött, két rét görnyett, botra támaszkodva viszegett, úgy nézett ki, mintha önnön fontosságának tudatától felfuvalkodott volna. Ahmed és a felesége fölsegítette a lépcsőn, és amikor belépett a szobába, összeszűkült szemmel méregette őket. Vafa a neve, mondta angolul Ahmed. Azt mondtam neki, amit ön sugalmazott. Azt felelte, mindent megtesz, hogy segíteni tudjon. A nő régi orvosi táskát hozott magával. Sűrűn ráncos, diószínű alca kikandikált fekete fájtla alól. Halder észrevette, hogy a körmei piszkosak. A nő odalépett az ágyon fekvő falkonihoz, elhelyezte a forró vízzel telt laborokat és a tiszta törőközőket. Miközben feltülte ingujját, és megmosta a kezét az egyik lavorban, odahívte Ahmedet, és valamilyen, Halder által nem értett dialektusban kárált valamit. Mit mondott? Nem tud úgy dolgozni, hogy a férfiak leselkednek a válla fölött. Csak a nők segítsége kell neki, nekünk, többieknek ki kell mennünk a szobából. Nem, én itt maradok, makacskodott arabul Halder. A bába asszony ujjával az ajtó felé bökött, megfenyegette, és ezúttal Halder megértette, férfiak kifelé, kifelé. Ahmed vállat vont, és angolul megszólalt. Zseimbes öreg banya. jobb engedelmeskedni neki. Mit gondolsz? Tudsz neki segíteni? kérdezte Halder Récseltől. Megteszem, amit tőlem telik. Szólj, ha segítsége szorulsz. Halder odaintett a többieknek, kimentek. Miközben elindult kifelé, arabul odaszólt a bábának. Gondolja, hogy meg tudja menteni? Az öreg asszony fontoskodva kiúszta magát. Pafa a faluban sok gyereket segített világra, ugyanannyit tud, mint bármelyik orvos. Most menjen, a barátja jó kezekben van. 9 óra 30 perc. Ahmed levezette Haldert és a többieket a koszos konyhába, a szálloda hátsó részébe. Az asztalt megterítették egy tál friss kenyérrel, datójával, büdös kecske és egy ezüst kancsóban arab kávéval. Mindenkinek töltött egy apró csészényit a fekete, szirupos folyadékból. Tessék, egyenek! Most egyebet nem tehetnek, mint várhatnak és imádkozhatnak. Halder elfogadta a kávét, az étellel nem törődött, és miközben a két SS katona evett, odaszólt Ahmednek. A gondjainkra való tekintettel úgy látszik, el kell térnünk az eredeti tervtől, amely szerint maga elvit volna bennünket régésznek átszázva Alexbe. Ki kell találnunk valami mást. Van a környékről térképe, egészen Alex térségéig? Ahmed megrázta a fejét. Csak egy régi bédekkel könyvem van, valami turista hagyta itt. De már legalább húsz éves, és a térképek sem túl részletesek benne. Nem számít, hozza ide. Amikor Ahmed kiment a szobából, Kleist lenyelt egy falat kenyeret és sajtot, a kezével megtörölte a száját. Dóringgal megbeszéltük a dolgokat, nem maradhatunk itt sokáig. Mielőtt észrevennénk, az ellenség járőrei fölverik az egész környéket. Jobb lenne, ha két párra oszlanánk, és külön próbálnánk meg eljutni Kajróba, ezáltal legalább növelhetnénk megmaradt esélyeinket. Ha együtt maradnánk, az öngyilkossággal érne fel. Mit javasol? Maga és a lány, Dóring és én. Kleist megvonta a vállát. Vagy ahogyan maga akarja. Halder pillanatig elgondolkozott. És mi lesz Falkónival? Még mindig azt mondom... Ostobaság volna tőlünk, ha magunkkal vinnénk. Hagyjuk itt a szállodatulajdonosnál. tulajdonosnál. Ha az olaszt elkapják, legalább kellő orvosi ellátásban részesül. Halder mérlegelte ezt, aztán megrázta a fejét. Először nézzük, mire jut az öreg asszony, aztán majd eldöntöm. Közben meg kell néznünk a térképet, és beszéljünk Ahmeddel. Jobban ismeri nálunk a vidéket. Ahmed gyűrött bédekerrel tért vissza kinyitotta az asztalon, és rámutatott az egyik térképre. Itt vagyunk. Durván 40 kilométerre Alextől ha a belső utat választják. Kisebb, apró sivatagi utak vezetnek a városba, vagy átvághat a parti út felé, és a tenger felől is megközelítheti, de arra hosszabb. A közvetlen út, a főút a leggyorsabb, autóval egy óra sincs. Halder a térképet tanulmányozta. Állomásoznak katonák ebben a közvetlen körzetben? A harcok befejezése óta nem. A legközelebbi tábor Amiriában van, körülbelül 22 kilométerre. Hány ember? Könnyen meg lehet néhány száz. Elég nagy a támaszpont. El néha jönni a faluhoz? Ahmed vállat vont. Olykor átutaznak, de ha tudomást szereznek arról, ami a társaikkal történt, olyanok lesznek, mint a dühött vérebek, szagot fognak keresni. Ezért kell a lehető leggyorsabban mennünk. Akár már most is, ahogy itt beszélgetünk, kereshetnek bennünket. Ahmed megvakarta az állát. Úgy látom, két lehetőségük van. Először is van egy régi tevecsapás, amelyet arab kereskedők használtak valaha, körülbelül 8 kilométerre a falutól. Jippel nagyon hepehupás, a durva sivatagi úton lassú az utazás, és vigyázni kell, nehogy elakadjanak a homokban, Útközben azonban sok vízmosást található, ha esetleg kifogynának a vízből, és körülbelül 10 óra alatt elérhetnek Kajróba. És a második? Ahogy eredetileg oda akartam magukat juttatni, az Alexből naponta négyszer induló, menetrend szerinti vonattal. Van egy partmenti vasútvonal innen északra. A legközelebbi állomás El Hauribaja, talán úgy 15 kilométerre. Ha a tanácsomat kéri, Valószínűleg ez a legjobb út, hogy Alex bejussanak. A katonák a legnagyobb valószínűséggel a főutakon állítanak fel úttorlaszokat. A vonat elég gyakran jár, egyenesen a városi főpályaudvarra viszi magukat, ahol át tudnak szállni kajró felé. De mint mondja, nem tudja, keresi már magukat a hadsereg. Ha nem, egyik úton sem lehetnek nehézségeik. Ha már igen, csak Allah tudja, milyenek az esélyeik. Halder a fejét csóválta. A sivatag túlnyitott. Könnyen észrevehetnek a levegőből. Lehet, de van még valami, amit meg kell fontolni. Szólt közbe Kleist. Maga jobban tud angolul, mint mi. Jó eséllyel át tudja blöfölni magát az ellenőrző ponton. Az én esélyem és Dóringé lényegesen kisebb. Én előbb megpróbálkoznék a sivataggal. Komolyan vállalni akarja a kockázatot? Legyen őszinte! Magának jobbak az esélyei, ha csak a lányjal van. Kettő egy pár, négy már tömeg. Azt hiszem igaza van. Na mit szó, Dóring? Biztos ebben? Akárhogy is, belefuthatunk a bajba. De tisztelettel mondom, szívesebben mennék Kleist őrnagy urral. Nagyon jó. A Freiline és én megpróbálunk a parti úton eljutni Alexbe, onnan Kajróba. Halder Ahmedhez fordult. Úgy tűnik, két csoportra oszlunk. Szükségünk lesz még egy szállító eszközre. Ach, meg tétségbe esett arra a gondolatra, hogy elveszíti imádott fiatját, elsóhajtott. Azt hiszem, elvihetnék a teherautómat. Ha bárki kérdezősködne, bármikor azt hálíthatom, hogy ellopták. Gyanút kelt, ha mi vezetjük ki a faluból, mondta Leist. Jobb lenne, ha kivinne bennünket a tevecsapásig, és megmutatná nekünk az utat. Nyolc kilométerre van, hogy kerülök vissza? Gyalog, válaszolta nyersen Kleist. Ahmednek cseppet sem volt ínyére az ajánlat, de ezzel legalább megszabadul a németektől. Nos? kérdezte Halder. Ahmed vonakodva bólintott. Ha muszáj! Kleist odaadta Haldernek a dzsipkócsait. Nekünk nincs sok hasznunk itt, és minél tovább késlekedünk, annál rosszabbak az esélyeink. Javaslom, induljunk azonnal. Halder rábökött Doringra. Menjen Ahmeddel. Szedje ki a holmiukat a dzsibből, és készítsék elő a teherautót. Ne feledjen sok vizet vinni az útra. Elmentek, Halder és Kleist magára maradt. Ha eljutnak Kajróba, tudja, hogyan és hol találkozzon a kapcsolatunkkal. Ha valamelyikünket letartóztatják, semmit nem mondunk, ami veszélyeztetni a küldetésünket. Hallotta, mit mondott Schellenberg, minden rajtunk múlik. Folytatjuk, amíg meghalunk, vagy elfognak bennünket. És ha segít, hát sok szerencsét. Maguknak is. És sosem hittem volna, hogy ezt fogom mondani Halder. De úgy látszik, többre lesz szükségünk a szerencsénél. Halder nem hatódott meg. Azért maga még mindig szívtelen gazember Kleist. Kleist elvigyorodott. Legközelebb talán a pokolban találkozunk. Gondom lesz rá, hogy készen várja a felszított tűz. Ahmed visszajött. A fiam segít a barátjának berakodni a autóba, szólt Kleistnek. Ha velem jön, adok néhány kanna vizet és egy kis ételt. Rádiózott Berlinbe, amikor nem jöttünk a rendezvúra? kérdezte Halder. Ahmed bólintott amikor visszatértem a repülőtérről. Közöltem velük, hogy nem jelentek meg. Mielőtt elmegy, küldjön újabb adást. Magyarázza el, mi történt, csak a legfontosabb részleteket közölje, és mondja meg, hogy igyekszünk folytatni. Halder a zsebébe csúsztatta az uti könyvet. Megtartom a védekkert, ha nem ellenzi. Ahogy kívánja. Abban a pillanatban kivágódott a konyhajtó, Récső át ott komor arccal. Azt hiszem, fel kellene jönnöd. 35. fejezet 11 óra 10 perc Amikor meglátta a két holttestet, Weaver öklendezni kezdett. Sanson mögötte lépett a kabinba. Jézus Krisztus! Amikor Weaver összeszedte magát, letérdelt és megvizsgálta a tetemeket. Még mindkettő meleg. A kabinban nagy felfordulás volt, a padlót teleszórva szeméttel. Sansonnal előre ment a pilóta főkéhez. A másodpilóta még mindig az üléshez volt szíjazva, ejtőernyős ruha volt rajta. Halálában eltorzult az arca, az oldalán tátongó sebb körül legyek rajzottak. Sanson átkutatta a halott ruháját, a nyakában talált egy dögcédulát, a zsebében pedig személyi iratokat. Az iratok szerint amerikai repülős hadnagy. Weaver átnézte az iratokat. Valódinak látszottak. Észrevette, hogy vércsík húzódik a pilóta üléstől az utas fülke felé. Úgy néz ki, valaki súlyosan megsebesült. Mindketten ismét kiléptek a napra. A hadnagy és a sofőr kiszállt, odajött hozzájuk. Valami baj van, uram? Sanson komoly arccal maga mögé mutatott. Nézzenek be! Amikor egy pillanat múlva újból megjelentek, a hadnagy komoran megszólalt. A két ember a kabinban a látszik. Brit katonai alsó viselnek. Tisztában vagyok vele, felelte keserűen Sanson. Tegyenek körsét át, hát találnak valamit. Igen, uram. Miközben a hadnagy körbe kutatta a roncsot, Sanson cigarettára gyújtott. Hidegvérű gazember lehetett, akár kilőtte is, de azokat a szegényeket. Hangjából sütött a harag. Nem lehet kérdéses, hogy német beszivárgókkal van dolgunk. Lehet, hogy a másodpilóta iratai jónak látszanak, de lefogadhatja, hogy remek hamisítványok. Na, ne áldogáljon ott, Weaver! Nézzen körül! Hátha talál valamit! Sanson a szemetet rugdosta, Weaver pedig elment, hogy megnézze a homokban korábban látott nyomokat. A repülőgép felé vezettek, úgy tetszett, egyetlen járműtől származnak, de a homok túl száraz és apró szemcsés volt, hogy megőrizze a lábnyomokat. Sanson odajött, vívő a nyomokra mutatott. Van egy sejtés, mi történt? A két benti férfi észrevette a roncsot, idejött nyomozni. Sajnos lelőtték őket, az egyenruháikat és a járművüket pedig ellopták. Sanson bólintott. Ami azt jelenti, hogy legalább két férfival van dolgunk, talán többel is. És az egyikük megsebesült, ahogy elnézem, a pilóta lehetett. Oda hívta a hadnagyot, a térképet nézegették. Harminc kilométeres sugarú körben nincs sok falu, magyarázta a hadnagy. Talán legfeljebb egy tucatnyi. Melyikben van orvos vagy kórház? A legközelebbi kórház Alexben van, de Amiriában van a katonai támaszpont, annak van orvosa, azt hiszem. És valószínűleg van még egy a környéken, aki a falvakat látja el. Milyen messze van Amiria? Talán 30 kilométerre, vagy még kevesebbre. Érje el őket rádión, és magyarázza el a helyzetet. Derítse ki, kért -e valaki orvosi ellátást tőlük az utóbbi néhány órában, akár civil személy, akár katona. És mondja meg nekik, szükségünk van annyi emberre, amennyit csak adni tudnak, hogy átvizsgáljuk a környék falvait. Tudni akarom, ha valamelyik helyi orvostól vagy egészségügyi ismeretekkel rendelkezőtől segítséget kértek ma reggel egy sérülés ellátásához, különösen, ha az illető egyenruhában volt. Aztán hívja föl a parancsnokságot. Ellenőrző pontokat akarok az Alexbe bevezető minden útra. Lopott járművet keresünk, nagy valószínűséggel katonai szolgálati autó vagy jeep, amelyen sérült utas utazik. Az utasok száma ismeretlen, de legalább ketten vannak, és föltehetően lopott katonai egyenruhát viselnek. Gyanunk szerint beszivárgó ellenség, fegyver van náluk, és roppant veszélyesek. Igen is, uram. És tudja meg, eltűnt-e a körzetben valamilyen járőr vagy katona? A hadnagy visszafutott a dzsiphez. A legközelebbi faluban kezdjük mi magunk, mondta Sanson Weavernek. Ezen a vidéken nincs sok rejtek hely. Gyorsan meg kell találnunk őket. Ha csak el nem jutottak már Alexbe, mert ez esetben nagyon nehéz dolgunk lesz. Mi a neve a hadnagy parancsnokának az Alexi parancsnokságon? Myers százados. Egyikünk visszamehetne, és onnan figyelhetni a kutatást, ha itt nem járnánk szerencsével. Sanson a sérült géptől is felé viccentett. Újból körül kellene néznünk odabent, hát ha elkerülte valami a figyelmünket. Ismét bemásztak a kabinba, ezúttal Weaver észrevette, hogy hiányzik a helyéről a repülőgép elsősegély doboza, a pilóta ülés előtti padlón még több vért látott, az egyik pedál el volt torzulva. Amikor visszatért az utas kabinba, tekintete megakadt egy összegyűlt fehér sálon, amelyet a padlóra hajítottak. Fölemelte és látta, hogy az anyagát vér áztatta. Sanson odalépett. Talált valamit, Weaver? Fölemelte A SÁLAT 9 óra 45 perc. Amikor a hálószobához értek, Halder látta, hogy a lepedők bíbor színűre átáztak, az öreg asszony falkoni fölé hajóva állt, kétségbe esetten próbálta elállítani a sérült lábon a vérzést, de sikertelenül. A nő teljesen zavarodottnak látszott. Mi a fene folyik itt? Tudakolta Halder. Fogalma sincs róla, mit csinál? Mondta Rachel. Csak rosszabb lett a vérzés, most már el sem áll. Menjen el onnan, parancsolt rá Halder arabul az asszonyra. Nem az én hibám, tiltakozott és vádoln récsőre mutatott. Nem azt tette, amit mondtam neki, ő lesz az oka, ha meghal. Nem mondja, hogy nem figyelmeztettem, szólalt meg Ahmed. A vén banya bolond, biztos lehet benne, hogy ő a hibás, a felesége felébökött. bökött. Véd le az ostoba boszorkát, Falkoni, mintha magához tért volna, a szeme ágra nyílt, izzadság csillogott a homlokán, falkan nyögött. Halder rémülten látta, hogy falkoni lábán felnyílt egy artéria, és gyorsan elvérzik. Adjatok egy törőközőt, gyorsan! Récsől odaadott egyet, kitapintotta falkoni púzusát, miközben Halder magasan a tért fölött új kötést tett a lábára. A vérzés csökkent. Jó lenne, ha orvost kerítene, mondta Ahmednek. Ráérünk később aggódni a következmények miatt. De a barátainak szükségük van rám, hogy... Gyerünk már! Jack? Halder megfordult, látta, hogy Récsöl elengedi Falkoni kezét, akinek a feje oldalra csuklott. Sajnos túl késő, meghalt. Tíz óra húsz perc. Egyedül voltak a lenti konyhában, Halder és Récsöl. A férfi cigarettára gyújtott, a kezeresketett Rendes ember volt, Vító. Az egyik legrendesebb, akit ismertem. Te jó vagy? kérdezte Récsöl. Halder bólintott, a hangja keserűen csengett. Olyan őrülten hiába való ez az egész átkozott háború egyik halál a másik után, és miért? Sajnálom, csak azt tettem, amit a vénasszony mondott. Teljesen elbizonytalanodott. Nem okollak. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtettél. Elmagyarázta, hogyan változtatták meg a tervet. Megpróbálunk külön eljutni Alexbe, csak mi ketten. Imádkozz, hogy induláskor legyen elég előnyünk, és még ne kezdjenek keresni bennünket. Ahmed jött be a szobába, nyomában Kleist és Doring. Elment a banya, mindenkit hibáztat, saját magát kivéve, és amilyen hangulatban van, lefogadhatja, hogy mindent kifecseg a faluban. Talán az a legjobb, hogy meghalt az olasz, jegyezte meg Kleist. Így kevésbé bonyolultak a dolgok. Halder keserűen nézett rá, de nem törődött a megjegyzéssel, odaszólt Ahmednek. Elküldte a rádió adást? Éppen az imént, de nappal a jelerősség sosem megbízható. Reménykedjünk, hogy Berlin megkapja az üzenetet. Ha visszaérkezik, ismételje meg az adást, majd éjszaka még egyszer a biztonság kedvéért. Mi lesz a barátom holtestével? Útközben eltemethetjük a sivatagban. Halder Kreisthez fordult. Tegyék viszonylag tisztességesen! Ne hagyja a kesejük prédájául! Hallja! Elnyomta a cigarettáját. Menjünk! Fölmentek, hogy elvigyék Falkoni tetemét, betekerték néhány koszos, szürke pokrócba, aztán Ahmed kivezette őket a hátsó udvarra. Amikor betették a holttestet a teherautó hátuljába, előkerült Ahmed fia, aki kinyitotta a kelt kapuját, aztán Halder és Récsöl beszállt a dzsibbe. Ahmed a fiat volánya mögé ült, mellette Kleist és Doring, aztán kihajolt az ablakon és odaintett Haldernek. Allah legyen veletek, barátaim! Halder visszaintegetett, elindította a dzsippet, aztán récsőllel kihajtotta a kapun. Ahmed nézte, amint eltűnnek a homokfelhőben, majd kiköpött az ablakon. Szegény bolondok, gondolta. Egyik őtöknek sincs esélye a pokolban. Na, mire válsz? Kleist a könyökét az arab bordái közé dövte. Gyerünk! Ahmed elindította a fiatot, és kigurult az utcára. 36. fejezet Berchtesgaden, november 21, 16 óra 30 perc 3000 kilométerrel távolabb, délután, az osztrák alpok tündöklő erdejében indulatos megbeszélés zajlott Hitler hegyi menedékén, a sasfészekben. A Wehrmacht fél tucat tábornagya, a Kriegsmarin két tengernagya, valamint Hermann Göring, a Luftwaffe parancsnoka vett rajta részt, Valamennyien ezért jöttek Berlinből. Az a kellemetlen feladat várt rájuk, hogy rossz hírekről számoljanak be. Az ilyen megbeszélésekre használt nagy, faburkolatú helységben gyűltek össze. A Tirolra nyíló kilátás nagyon szép volt, az égbolt tiszta, friss, őszi nap ragyogott, de mindenkinek másfelé jártak a gondolatai, nem foglalkoztatta őket a táj szépsége. Gerd von Rundstedt tábornagy, a nyugati német hadsereg főparancsnoka beszélt utolsóként, és miközben összefoglalta a Wehrmacht összes jelentését, szándékosan kerülte, hogy Hitlerre nézzen. A főpontok úgy körvonalazhatók, hogy csapataink kemény késleltető harcokat vívnak a keleti fronton, a Dnieper folyótól nyugatra, valamint Rómától délre. Egy mutatópálcával a hatalmas, filccel borított asztalra kiterített térképre bökött. Arról is beszámolhatok, hogy Franciaországban, Norvégiában, Hollandiában és a Balkánon a partizán tevékenység egyre növekvő gondot jelent. Az asztal túloldalán álló Hitlerre nézett, akinek arcára kiült az elégedetlenség. Természetesen urrá tudunk lenni ezeken a nehézségeken, Mein Führer, tette hozzá gyorsan von Rundstedt valójában ember és utánpótlás kérdése. A szövetségesek növekvő rendszerességgel rombolják utánpótlási vonalainkat, mind a levegőből, mind a tengerről. Forrásaink a végsőkig kimerülőben vannak. azt mondja, késleltető harc, amikor visszavonulásra gondol. Hadseregeink visszavonulnak. Von Rundstedt látta Hitler megbocsátást nem ismerő tekintetét, összerándult az arca. Hát, így van, menj, Führer, de. Hitler fülemelte a kezét, hogy elhallgattassa, aztán a Kriegsmarin tengernagyaira pillantott, a hangja vádlón csengett. Az utóbbi négy hónapban hat tenger alatt járót veszítettünk. Azt hiszem, ez rekord, nem? Újfent emberek és utánpótlás kérdése, menj, Führer, felelte idegesen az egyik tengernagy. Egyszerűen emberhátrányba kerültünk, amióta az amerikaiak beléptek a háborúba. Még a javítás alatt álló hajóinkat is bombázzák a dokkokban. Hitler karbatett kézzel állt, arcán látszott a megvetés, a szeme közben Göringre villant. És mi mondani valója van mindehez a légi marsalnak? Hol vannak a merész rajtaütések, amelyekkel Nagy-Britanniát fenyegette? Az acélgyűrű, amelyet Németország körül ígért. Repül egyáltalán manapság a Luftwaffe? Göringnek, akinek túlsúlyos termete, nevetségesen festett fehér egyenruhájában, megköszörülte a torkát. Megtesszük, amit tudunk, mein Führer. De a tengernagynak igaza van. Az szemben álló erők kezdenek fölénybe kerülni. Forrásaink annyira megcsappantak, hogy nem remélhetünk légi fölényt. Göring kétségbeesve igyekezett derülátó hangot megütni de hamarosan rendelkezésünkre állnak az új FAO egyes rakéták és a lökhajtásos gépek. Biztos vagyok benne, hogy ezek révén előnybe kerülünk. A jelen aggaszt bennünket nem az, ami fél év múlva lesz, vakkantotta Hitler, és megvető legyintéssel elhárította Göring válaszát. Kifogások! Mindannyian kifogásokkal állnak elő! Azt mondják, mindent megtesznek, ami maguktól telik, de ami maguktól telik, az nem elegendő. Hangja hisztérikusan fölemelkedett, amint mérgesen fröcsögte a szavakat. Balondok! Ilyen hozzá nem értéssel milyen reményeink vannak, ha a szövetségesek megindítják a nyugati inváziót? Ha legközelebb ide jönnek, nem akarok gyenge válaszokat, megoldásokat akarok. Világos? Most menjenek! El vannak bocsátva mind! Amikor a megalázott magasrangú tisztek kisonfordáltak a helyiségből, Hitler rossz kedvűen belerogyott egy bőr karosszékbe. Pillanatok múlva belépett Eszesz szán segéde, és vigyázba vágta magát. Reisz Führer Himmler és Schellenberg tábornok van itt, sürgősen találkozni kívánnak önnel, Führer. Hitler arca a haragtól hamuszürkére vált. Kétségtelenül újabb rossz hírekkel! Felállt, a bajuszáról letörölte a nyálat. Jóvad, küldje be őket! Himmler belépett, Schellenberg követte. Mindketten náci üdvözléssel köszöntek, Hitler intett, hogy üljenek le. Látom, még mindig nem sikerült letörölni az arcáról a vigyort Walter, jegyezte meg Hitler. Sosem tudom igazán, jó vagy rossz hírekkel jön-e. Szörnyű csapás ez, mein Führer, mondta akarata ellenére mosolyogva Schellenberg. De a hölgyek úgy tűnik vonzónak találják. Hitlert, mintha ez nem szórakoztatta volna, még mindig rossz kedvűen Himmlerhez fordult. Na, mit akarnak megbeszélni? Mein Führer, híreink vannak a Sphinx hadműveletről. Hitler tekintete kicsit felbillant, időlegesen felette a sötét felhőket. Egyetlen reményünk ebben a nagy zőzavarban. Na, jó hírt hoztak, vagy a tábornokaimhoz hasonlóan rossz hírekkel érkeztek. Figyelmeztetem magukat, az utóbbihoz nincs hangulatom. Himmler aprólékosan igazgatta csíptetőjét az orrán. Az ügynökeinket szállító repülőgépet észrevette, és megtámadta egy szövetséges repülőgép, mielőtt ma hajnalban Egyiptomban lezuhant. Hitler arca elsötétült, de Himmler gyorsan folytatta, igyekezett elhessenteni a komor hangulatot. Viszont, amikor készültünk elindulni Berlinből, hogy meghozzuk önnek a hírt, újabb jelentést kaptunk Abu Sammari ügynökünktől. Úgy látszik, a repülő személyzet meghalt. De Halder és a többiek életben maradtak, sérülés nélkül, és sikerült kapcsolatot teremteniük. Hitler hirtelen felállt, fokozódó haraggal járkált a helységben. Újabb csapás! Sosem ér véget! Talán nem teljesen csapás, Führer, vetette közbe Himmler. A jelek szerint Haldernek szándéka a művelet folytatása. Hitler feléje fordult. És mi van a szövetségesekkel? Nem bolondok. Ha fölfedezik, mi történt, kétségtelenül mindent meg fognak tenni embereink becserkészésére. Még így is, mondta nyugtatólag Himmler, nagyon valószínűtlen, hogy azonnal tisztában legyenek a szándékainkkal. Egy amerikai Dakota repülőgépet használtunk, ami egy időre segít összekuszálni a dolgokat. Előfordult már, hogy a szövetségesek tévedésből saját gépüket lőtték le. És ha Halder folytatni akarja, Nyilván meg van győződve arról, hogy van még esélye eljutni Kajróba. Hitler sóhajtozott, oda ment a panoráma ablakhoz. Még így sem igazán tetszik ez nekem. Tájékoztatta Kanariszt? Tud a repülőgép elvesztéséről, de nem ismeri a legfrissebb híreket. Walter tájékoztatja, ha visszaérkezünk Berlinbe. Hitler arca megvetően elfintorodott. Nem bízom abban az emberben, Meggyőződésem, hogy a hátam mögött plegykákat terjeszt, hogy elvesztettük a háborút, én pedig nem vagyok normális. Ha ez igaz, drágám meg fog fizetni. Schellenbergre nézett. Viszont ez az embere, Halder, jó képességű fickónak látszik. Az Abber egyik legjobbja, a céljainkhoz kitűnő választás volt. Ha valaki képes véghez vinni, amit akarunk, Halder az. És mi hír a zsidóról, Rooseveltről? Valószínűleg a következő 24 órában megérkezik Kajróba. Oráni ügynökünk megbízható jelentése szerint az ájova tegnap reggel 7 óra után elhagyta a kikötőt az algériai partoknál. Tenger hogy mégsem voltak képesek elpusztítani útközben a hajót, mondta keserűen Hitler. Himmler már előző este közölte vele ezt a kudarcot. A mi farkas csodánk megpróbálta elfogni az ájovát, menj, Führer. De a konvoj olyan erősen fel van fegyverezve, és olyan gyakran változtatja az irányt, hogy lehetetlennek bizonyult a hajó közelébe kerülni. Hitler egy darabig a széles ablaknál állt, kinézett a hegyekre, a kezét összefonta a háta mögött, a sarkán hintázott, mintha a helyzetet mérlegelni. Kisváltatva Himmlerhez fordult. Szóval a Sphinx maradt az utolsó reménységünk, Ezekben az időkben ilyen küldetés nagy nehézségek árán kell véghez vinni, és az előttünk álló gondok nem segítenek. De meggyőződésem, hogy még így is van rá némi esély, hogy Halder el tudja érni a célját. Hitler öklével a tenyerébe csapott, a hangja az üvöltésig fokozódott. A némi esély nem elég. Ha egyetértésre jutnak a szövetséges invázióban, akkor elvesztettük a háborút. Roosevelt halála Németországnak a legdrágább előnyt adná, időt. Teljes évet kapna iparunk. Ezzel az egy évvel meg tudjuk nyerni a háborút. Ezért nem valhat kudarcot ez a küldetés. Mostantól azonnali jelentést kérek, bármilyen tájékoztatást, rögvest meg akarok kapni a Sphinx haladásáról. Menj Führer, engedélyt kérek, szólt közben Halkan Schellenberg. Még ha csalódást okoz is nekünk, Halder, lehet egy ász az ingújunkban. Hitler letörölte bajuszáról a nyálat, és behatóan nézett. Anyálom, imádkozzon Istenhez, hogy ez az ásza beváljon. Elmehetnek! El Hauvaria, 30 kilométerre Alextől, 11 óra 25 perc. Halder a fehér remeszelt vasútállomás előtt hagyta a dzsippet. A sivatagon átvezető ötvenperces út során nem találkoztak ellenőrző ponttal, és amikor behajtottak el Hauvariába, láthatóan senki sem fordított rájuk nagy figyelmet. A táj sík és végtelen volt, három oldalról a sivatag határolta, a messzi távolban pedig a türkiszkék földközi tenger látszott. A falu nagyobb és elevenebb volt Abusammarnál, de ugyanolyan szegényes, rosszul aszfaltozott utakkal, néhány roskatak szállóval és a zsúfolt főtéren nyüzsgő tevepiacot láttak, amikor elhaladtak mellette. Az állomás nyugodtnak látszott, de amikor odagördültek, Halder észrevett a járda mentén távolabb egy katonai rendőri dzsipet. Nem túl ígéretes, inkább várj itt, amíg körülnézek. Veled mehetek? Inkább ne, hát ha baj lesz. Ráadásul egy magányos katonatiszt kevesebb figyelmet kelt de csinos nővel a karján az emberek felfigyelnek rá. Mosolyogva kiszállt a dzsibből, majd megigazította pisztolytartójának övét. Igyekezne aggodalmasan kinézni, és ha valaki megkérdez, mondd, hogy a barátod bement. Az állomás forgalmas volt, tucatnyian várakoztak a peronon, zömmel viseltes galabiás arabok, de amikor Halder a jegyárusító ablakhoz közeledett, két felfegyverzett brit katonai rendőrt látott, vörös kalapszalaggal és fehér lábszárvédővel álltak oldalt. Egyikük egy tizedes, könnyű géppuskát tartotta kezében. Az őrmester mellette a jegyellenőrzésnél elhaladó utasokat vizsgálgatta. Halder úgy tett, mintha a falra kitett menetrendet tanulmányozná, de mielőtt távozhatott volna, odalépett az őrmester és tisztelgett. Jó reggelt, uram! Megkérdezhetem, utazik-e? Halder felvonta a szemöldökét, viszonozta a tisztelgést, aztán tökéletesen utánozta a felső osztálybeli angol kiejtést. Miért, őrmester? Mi a baj? A férfi tetőtől talpig végigmérte, vonakodott magyarázatot adni. Nos, őrmester, kérdeztem valamit szólt rá Halder. Incidens történt innen nem messze, uram, bögte ki az őrmester. Ellenséges ügynökök meggyilkoltak két brit katonát. Jóságos Isten! Halder észrevette, hogy a másik katonai rendőr feléje pillant, miközben a jegyellenőrzésnél áthaladó arab pár iratait ellenőrizte. Sajnos, uram, még nem felelt a kérdésemre, erősködött az őrmester. Utazik? Halder megrázta a fejét. Nem, találkozom valakivel. De azt hiszem, elnéztem az időpontot. A következő vonat lesz az övé. Elnézést, uram, de mégis el kell kérnem az iratait ellenőrzésre. Természetesen megértem. Halder kotorászott a zsebében, mintha a személy okmányait keresné. Valójában azt próbálta felmérni, ha sor kerülne rá, le tudná előni mindkét katonai rendőrt. Tudja a két lelőtt nevét? Lehet, hogy ismertem őket. Sajnos még nem tudom, uram, de biztosan hamarosan megtudjuk. Halder odaadta az igazolványát, és mielőtt az őrmester alaposan megnézhette volna a fényképet, kinyújtotta a kezét, hogy adja vissza, de a férfi nem mozdult, hogy visszaadja az okmányt. Fölnézett, a csúcsos sapka alól figyelmes szemek meredtek Halder arcára. Jameson százados, ugye, uram? Persze. Baj van ezzel az igazolványjal. Halder érezte, amint nagyot ugrik a szíve. Miféle baj? Egy hete lejárt, uram. Az őrmester magyarázatra várt. Halder azonnal visszavette az igazolványt, és megnézte. Teljesen igaza van. Attól tartok, lefülelt. Kimehetett a fejemből. Mit mondhatok? Megkérdezhetem, hol van a szállás helye, uram? Amiriában. Halder hangja mérgesen szólt. Nézze, szükség van erre. Megértem, hogy magának el kell végeznie a dolgát, és az igazolványom kicsit lejárt, de az Istenért, ember, annak nyilvánvalónak kell lennie, hogy brit vagyok, nem rohadt ellenséges ügynök. Hívja fel Amiriát, ha nincs jobb dolga. Beszéljen a parancsnokkal. Ha az öreg nincs rossz hangulatban, kezeskedni fog értem. Gyerünk, őrmester, megvárom itt a tizedessel. Az őrmester bizonytalankodott, határozatlanul harabdálta az ajkát, de mintha az őszinte ajánlat kielégítette volna. Nem szükséges, uram, de az ön helyében a lehető leghamarabb elintézném az igazolványt. Hogy ne, nagy hanyagság részemről. Halder visszatette a zsebébe. Nagy bal szerencse, hogy két sásunkat megölték. A szentségit, az ember azt hinné, hogy biztonságban vagyunk az ilyesmitől, amióta kirugdostuk az öreg Jerryt, de láthatóan nem így van. Nagyon komolynak hangzik a dolog. Fele annyira sem komoly, mint lesz akkor, ha elkapjuk őket, uram? Biztosan igaza van. Halder az órájára nézett, és felsóhajtott. Hát azt hiszem, találok valami tennivalót magamnak, amíg megérkezik az igazi vonat. Sok szerencsét, őrmester! Biztosra veszem, hogy megtaláljuk őket, uram. Csak tíz perce kaptuk a hírt, amikor átutaztunk a városon, de hallottam, hogy az Alexbe vezető minden úton ellenőrző pontokat állítanak fel. Szemernyi esélyük sincs a menekülésre. Halder rendkívül nyomott hangulatban jött ki az állomásról. Visszasétált a dzsiphez, becsúszt a mellé. Levette a sapkáját, és letörölte a homlokáról az izzadságot. Baj van? kérdezte récső. Azt hiszem, így is mondhatjuk. Úgy néz ki, határozottan a nyomunkban vannak. Elmagyarázta a helyzetet, aztán kinyúlt, és megfogta a lány kezét. Az egész ügy olyan zavaros. Még ha hagynám is, hogy egyedül próbálkoz, akkor is bajban lennél. Nem vagyok olyan naív, hogy azt higgyem, kesztyűs kézzel bánnának velem, ha elcsípnének. De inkább veled együtt próbálkozom. Biztos vagy benne, hogy másképpen nem tudunk Alexbe jutni? Nem látok mást. Az utak mentén biztosan alaposak lesznek az ellenőrzések. Úgy vagyunk, mint a csapdába esett patkányok, bármerre fordulunk. Észak felé intett a tenger irányába. Próbálkozhatnánk azzal, hogy a part felé tartunk, és valahonnan megpróbálunk csónakkal belopózni, de szerintem nem juthatnánk messzire a lopás felfedezése előtt. És ott vesztegelhetnénk a nyílt vizen, ha egyszer megindul utánunk a katonaság. Kell lennie valamilyen módnak, hogy feljussunk a vonatra. Ha itt várakozunk, elkapnak bennünket. Követhetnénk a dzsippel, és felugorhatnánk rá, de ezzel elárulnánk magunkat. Halder megrázta a fejét. Semmi nem jut az eszembe, ha nem tudunk megszabadulni a jegypultot figyelőkét barátunktól. Mit mondtál nekik? Mit keresel az állomáson? Halder elmagyarázta. Aztán meghallották egy gőzmozdony füttyét. Távolabb, a sínek fölött sűrű füst emelkedett a levegőbe. A vonat egy percen belül befut. Na, van javaslatod? Rachel odanézett a katonai rendőrök dzsipjére. Csak egy, de beválik-e? 37. fejezet. Récső azonnal meglátta a két katonai rendőt, amint belépett az állomásra. Az őrmester elindult feléje. Bocsánat, kisasszony, utazik? Igen, miért? Hová, kisasszony? Alexbe. Láthatnám valamilyen igazolványát, kérem? Récső úgy tett, mintha keresgélne a táskájában. Sajnálom, de úgy látszik nincs nálam tudja, rohanva jöttem ki. Biztosan elfeledkeztem az iratokról. Ön brit, kisasszony. Dél-afrikai. Az őrmester udvariasan megszólalt. És szabad megkérdeznem, mit csinál a városban? Korábbi vonattal érkeztem, hogy egy barátommal találkozzam az állomáson, de nem jött ki. Ki lenne az? Récsöl mérgesen felvonta a szemöldökét. Nézze, megmondaná mi ez az egész? Nem tartozik önre kisasszony. De tartozik, ha megállítanak, felelte nyelsen récsül, és a jegyellenőrzésnél álló tizedesre nézett. Keresnek valakit, ugye? Az őrmester a homlokát ráncolta. És ezt most miért kérdezi? Az apám ezredes, Kajróban szolgál. Az ember megtanulja felismerni, ha valami történik a katonaságnál, olyan izgatottakká válnak. Kit vagy mit keresnek? Ez nem tartozik akárkire, kisasszony. Valahogy igazolnia kellene magát. Különben nem engedhetem felszállni. Hát nem tudok magának segíteni, ha csak nem hívja fel apámat Alexben. Éppen elég nehéz volt a mai reggelem. Ide jöttem, hogy találkozzam a barátommal, ő pedig nem jött el. Jameson századosnak hívják, a Miriában állomásozik. Talán oda rádiózhatnának a táborba, és kideríthetnék, hogy mi történt vele. Ha ott van, biztosan kezeskedne, értem. Jameson, kisasszony. Az őrmester a homlokát ráncolta. Öt perce járt itt. Azt hitte, összecserélte a vonatokat, de azt mondta, visszajön. Tényleg? Récső megkönnyebbülést tettetett. Jaj, hála Istennek, már azt hittem, hiába utaztam. A jegyellenőrzésen túl a várakozó utasok a peron közelébe rángatták a holmiukat, fémkerekek zakatolása hallatszott tompán. Récső odaszólt az őrmesterhez. Nézze, remélem nem haragszik, ha megmondom, de nagyon megijesztett. A maga Gipi az ott kint? Miért kérdezi? Néhány perce két gyanús embert láttam. Gippel érkeztek az állomáshoz, és amikor meglátták a magukét, mintha pánikba estek volna. Kiszálltak a dzsipjükből, beszálltak a közelben parkoló katonai szolgálati kocsiba, és sietve elhajtottak. Az egész nagyon gyanúsnak látszott. Az őrmester alsza felragyogott. Hogyan néztek ki ezek az emberek? Olyan gyorsan történt, nem tudtam rendesen megnézni őket. De az egyikükön tiszti ruha volt, a másik civil ruhát viselt. Csak ennyire emlékszem. Az őrmester előhúzta a pisztolyát. Mögötte fémcsikorgás és gőzfelhő közepette a perom mellé gurult egy régi, fekete vonat. Láttam erre mentek? Kifelé a városból, keleti irányba. Remélem nem bánja, hogy ezt elmondtam. Egyáltalán nem, kisasszony. Az őrmester odaintett a tizedesnek. Gyerünk ki a jeephez, Charlie! Sies! Azt hiszem, találtunk valamit! A tizedes, aki járat felé sietett, a nyomába eredő őrmester récső előtt megbökte a sapkáját. Köszönöm, kisasszony! Nagyon köszönöm! Pillanatokkal később Haldel csatlakozott hozzá a jegyellenőrzésnél. Récsővet két jegyet, felszálltak a vonatra. A vagonok régiek, koszosak voltak, állott izzadság és széngásszag érződött, több vagont zajos paraszt családok töltöttek meg, a fejük fölötti polcokat megrakták a holmiaikkal, az Alexi bazárokba és piacokra szánt mezőgazdasági termékekkel teli zsákokkal és kosarakkal. A vonat végéig el kellett menniük, mire találtak maguknak üres vagont. Halder lehuppant a kemény faülésre, amikor elindult a vonat. Hát ez meleg volt. Komolyan nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog. Humortalanul rámosolygott récsőre. Egy akadályon túl vagyunk, de mennyi van még? Eddig a katonaság nem tudja, hogy nézünk ki. De ez hamar megváltozik, ha azok a katonai rendőrök nem találják meg, akiket keresnek, és összerakják a kettő meg kettőt. Mennyi idő alatt érünk Alexbe? Feltéve, hogy nincs több gond, körülbelül fél óra. Reménykedjünk, hogy két barátunk legalább ennyi ideig el lesz foglalva. De mi van, ha újabb rendőri igazoltatás lesz, amikor beérkezünk a Ramlech állomásra? Már átfutott a fejemben. Ezért fogunk egy megállóval Ramlech előtt leszállni, ahonnan vagy vonattal, vagy taxival utazunk tovább a városig. Ahmed szerint 2.15-kor indul vonat Kajróba, így rengeteg időnk marad körbecserkészni az állomást és kideríteni, hogy figyelik-e. És ha igen? Idegeskedjünk miatta akkor, amikor beérkezünk Alexbe. Közben ki kellene bújnom ebből az egyenruhából, és te is jobban tennéd, ha átöltöznél. Meg kellett mutatnod az irataidat az őrmesternek? Nem. Jó, így kicsit könnyebb. Nem lesz név, amit kereshetnének. Van smink a táskádban? Egy kevés. Próbáld, amennyire tudod, megváltoztatni a külsődet. Én megszabadulok a bőröndömtől, néhány holmimat a tiédhez rakom. Nem bolyonghatunk riat menekülteknek kinézve. Egyébként ügyes voltál. Meggyőző lehetett az előadásod. Azok a katonai rendőrök úgy hajtottak el, mintha rakéta hajtaná a dzsipjüket. Még mindig nem tudom, honnan vettem a bátorságot, ismerte el Récső. Egyszerű, jegyezte meg Halder. Csak gondolj az alternatívára. 38. fejezet Kajró, 13 óra 30 perc Hervi Dékön az irodájában ült, amikor megszólalt a telefon. Izgatottan felkapta. Dékön! Hallgatott, majd köszönetet mondott a hívónak. Hálás vagyok a segítségedért, Omar! Tudom, hogy bízhatok a diszkréciódban. Ha lesz még információd, hívj azonnal! Dékön lecsapta a telefont, csak ült, komoran csóválta a fejét. Zsebkendővel törögette a homlokát, mielőtt a kabin egyik ablakához lépett. Amint idegei lecsillapítására szivarra gyújtott, látta, hogy remeg a keze. Kapcsolatainak nyolc órával korábban földet kellett érniük, és mostanra már Kajróba kellett érkezniük. Aznap reggel kilenckor elment a vasútállomással szemközti fáró kertjébe, fején Panama alapjával, gombjukában friss rózsával, hogy bevárja az Alexből érkező első vonatot. Kint ült a teraszon, kávét ivott, és az Egyptian gazettet olvasta, de nem bukkantak fel. Három órával később visszament a kávéházba, mielőtt megérkezett a második vonat, de az eredmény ugyanaz volt. A következő vonat csak délután négyre volt jelezve, és Díkön úgy döntött, visszamegy a klubba. A gyomrában rettenetes gölcsöt érzett. A szobában járkálva fokozódott aggodalma. Valami írtózatosan rosszul alakult, és most, hogy már tudta, mi az, az idegei még feszültebbek lettek. Kétségbeesésében felhívta a királyi egyiptomi légierő parancsnokságát, és Omar Rahman százados kérte a telefonhoz. A századosnak minden megfelelő helyen megvoltak a kapcsolatai, rendőrségnél, katonaságnál. És tíz percen belül visszahívta, ezúttal nyilvános készülékről. Fél órával később újabb hívásból díkön meghallotta a rettegve vált információt. A hadsereg és a rendőrség egy férfit és egy nőt keres, akik gyaníthatóan német betolakodók, és akiknek a repülőgépe Alextől délre a sivatagban lezuhant. Nagyszabású kutatás volt kibontakozóban. Úgy lezárják Alexet, mint a sírt. Mondta Omar. Egyelőre ennyit tudtam kideríteni, barátom, de komolynak hangzik. Hogy hová tűnt a másik két német, arról Dékünnek fogalma sem volt, és nem mert érdeklődni sem, de az információ a legrosszabb félelmeit erősítette meg. Mindvégig az volt a gyanúja, hogy Berlin kapkodva állította össze a műveletet. Most az egész dolog zőzavaros lett. Egy férfi és egy nő. Mondta Omar. Négy embernek kellett lennie, három férfinak és egy nőnek. Mi történt a másik kettővel? Kell lennie valaminek, amit megpróbálhatna a helyzet megmentésére. De ha azok négyen szétváltak és különböző irányba indultak el, az nem segít az ügyön, és az idő ellene dolgozott. Hogyan is remélhetné, hogy előbb megtalálja őket a rendőrségnél és a katonaságnál, feltéve, hogy egyáltalán kijutottak Alexből. És ha nem jutottak el a hajóig Rasidban, szinte biztos, hogy elkapják őket. Dékön néhány percig állt a fülkeablaknál, agya dolgozott, míg végre elhatározásra jutott, akkor a falhoz lépett és megrántott egy rajtos zsinort. Megjelent az inosa. FND? Díkön a fejébe nyomta Panama kalapját, felkapta a pakart kulcsait. Elmegyek egy órára, talán még addig sem tart. Maradj a telefon mellett. Ha valaki telefonon keres, vedd át az üzenetet, és mond, hogy majd visszahívom. Alexandria, 12 óra 40 perc. Úgy látszik, az amiriai támaszpontról hiányzó két brit lehet az. Jameson százados és Grey hadnagy. Amint Meyers százados letette a telefont, vívő felsóhajtott. Alexben a hadsereg parancsnokságán volt Meyers irodájában, Sanson pedig eközben folytatta a sivatagi kutatást. A parancsnokukkal beszéltem az imént, tette hozzá Meyers. Egy órával ezelőtt tett jelentést a hiányzásukról. Ma reggel nem jelentkeztek szolgálatra, és arra gondolt, bajba kerülhettek a homokvihar alatt. Még mit tudott meg? az a jegyzetfüzetébe lefirkált információra pillantott. A hadnagy 21 éves volt, csak egy hónapja osztották be és helyezték Egyiptomba. A századossal tegnap este Hammamba mentek, néhány katonabarátjuk által rendezett kártyapartira. Fölnézett. Valószínűleg elkapta őket a vihar, de valahogy elvergődtek a lezuhnás térségébe. A szegény fiúk egyenesen belegyalogoltak a bajba. Melyez tétobázott. Remélem, Lukasz hadnagy segített. Sajnálom, hogy nem tudtam maguk elé menni reggel, de törskari értekezletre kellett mennem. Persze, válaszolta szórakozottan vívőr. A falon lévő térképet tanulmányozta, és megtalálta Amiriát. Myers előjött asztala mögül. Apró, széles melkasú, fürgelábú, erős angolos akcentussal beszélő ember volt. Azt mondta, Szeretné tudni, milyen útvonalkon próbálhatnak meg elmenekülni ezek a betolakodó alakok. Ezzel azt feltételezi, hogy nem Alex környékén ragadnak le. Elmizem, hogy bármit is feltételezhetnénk, kivéve, hogy fel vannak fegyverezve és nagyon veszedelmesek. De ha a helyükben volnék, megpróbálnék elvegyülni a legnagyobb fellelhető városban, vagy itt, vagy Kajróban. ez a város térképére mutatott. Itt a város kellős közepén van a villamos állomás és a főpályaudvar. Ramlechnek hívják. A vonatok naponta négyszer indulnak innen Kajróba, reggel, délután, este, az utolsó pedig éjfélkor. Ott van aztán az országút, amelyen autóval vagy busszal mintegy három óra az út. A buszok a főpályaudvartól naponta négyszer indulnak Kajróba. Hasonlóan a többi nagyvárosba, Portside-ba, Rashidba és máshová tartó tömegközlekedési eszközökhöz. Vannak egyéb utak? A százados megvakarta az állát. Természetesen ott a nyílt sivatag, amely elkerüli a főútvonalakat, de megpróbálni átvágni ilyen vidéken egyenlő lenne az öngyilkossággal. Túl sok a környéken az aknamező, amelyen még senki nem foglalkozott, az út lassú és nehézkes lenne. Megkérdezhetem, hogy ön szerint miben mesterkednek a behatolók, uram? A legközelebbi német vonalak Olaszországban vannak, ezen a tájon már hónapokkal korábban véget ért a háború. Meglehetősen furcsának tűnik. Nem tudjuk, hazutta vívőr. De fontos, hogy megtaláljuk őket. Melyez megvonta a vállát. A gond az, hogy fogalmunk sincs, hogyan néznek ki, és pontosan hányan vannak. Azt mondja, legalább két ember, de lehet több is. Weaver bólintott. Nagy valószínűséggel németek, de ne feledje, hogy lehetnek egyiptomiak vagy arabnak álcázottak. Minden olyan homályos, és ez csak nehezíti a dolgot. De figyeltethetem a vasúti és buszpályodorokat és a főútvonalakat. Segítséget kérek a helyi rendőrségtől. Meglátjuk, mit találunk. Ne feledkezzem meg arról, hogy veszélyesek és menekülnek. Ha mindenütt katonákat és rendőröket látnak, bajt okozhat. Ezért az állomásokon civilruhás jelenlétet akarok, nem egyenruhásat, és mondja meg az embereknek, legyenek roppant elővigyázatosak. Nem akarom, hogy lövöldözés törjön ki, és aztán az utcákon gúlába kelljen rakni a tetemeket. Mi a helyzet a sivatagi úttal? Uram, hogyan tudjuk ezt a menekülési vonalat fedezni? Túlságosan óriási terület, hogy hatékonyan tudjunk járőrözni, de megpróbálhatok felküldeni megfigyelő repülőgépet. Akkor tegye meg, hány repülőtér van Alexben? Két nagy, és porcaid felé két kisebb. Melyez komrancsó válta a fejét. Kizárólag katonai rendeltetésűek, erős a biztonság. Sosem jutnának át a kapun, nem tudnának gépre szállni a megfelelő utazási engedélyek nélkül. Azért a biztonság kedvéért riadóztassa őket. Van bármilyen más kivezető út a városból? Melyez ismét a térképre mutatott. A kikötőből, de alig ha eszményi választás, még ha sikerülne is fellopakodniuk egy hajóra. Túl lassú, és hová mehetnének? Tengeri járőreink a földközi tengernek ezen a vidékén minden civil hajót ellenőriznek. Ennek ellenére jól tenné, ha néhány embert odavezényelne, hogy tartsák szemmel a kikötőt. A százados némi tiltakozásként felvonta a szemöldökét. Ez rettentően sok ember, uram. Ha mindent le akarunk fedni, ki kell facsarnunk a tartalékainkat. Csak tegye azt, százados úr. Nekem pedig szükségem van egy zsipre sofőrrel. A városból a legvalószínűbb kiútnak a főpályodval tűnik, ezért szeretném közelről megnézni és azt akarom, hogy a város összes szállodáját és panzióját ellenőrizzék, vannak-e új vendégeik, különösen olyanok, akik az utóbbi három órában érkeztek. Az összeset, uram? Mindegyiket százados úr, kicsit és nagyot, beleértve a népszállókat is. A százados idegesnek látszott. De Alexben százával vannak, napokba telhet. Ennél gyorsabban kell dolgozniuk. Minél tovább késlekedünk, annál valószínűbb, hogy ismét ölni fognak, és jobbak a menekülési esélyeik is. A százados felsóhajtott. Igen, uram, éppen a telefon után nyúlt, amikor megcsörrent a készülék. Fölvette, és néhány pillanatig hallgatott. Igen, már is megyek! letette a telefont, és felnézett. Szerencsénk van! Úgy tetszik, kettőt talán láttunk azok közül, akiket maga keres. 39. fejezet. 12 óra 45 perc. A Kornist, az alexandriai part mentén több mérföldön át elnyúló, híres félhold alakú utat szállodák és éjszakai klubok, járdára kitett kávézók és olcsó szálláshelyek szegélyezték. A tengerparti házaknak volt valami megkopott dicsőségük, a kisebb szállodák némeike pedig mindkét nem számára örömöt kínáló bordéként működött, a kőllépcsőkön szemre való fiatal arab férfiak és nők üldögéltek, próbáltak vendégeket csábítani magukhoz. Halder kibújt az egyenruhából, bőröngyét a vonat egyik ülése alatt hagyta, récső másik ruhába bújt és kifestette az arcát. Ahogy a vonat Alex külvárosához közeledett, látták az út mentén álló, fehérre meszelt, vörös tetejű házak csoportjait, az árnyékos verandájú görög éttermeket, a másik oldalon a közeli kék tengert, a partmenti homokban a pálmákat. Amikor Ramleh előtt begördültek az állomásra, a peronon nem látták katonai jelenlét nyomát, így kisétáltak és taxiba ültek. Halder odaszólt a sofőrnek, hogy tegye le őket a kornison, és tíz perccel később kiléptek a sétányra. Az ember el sem hinné, hogy háború van, jegyezte meg Halder cigarettára gyújtva, majd belekarolva sétálni kezdett récsöllel. Olyan, mint egy másik világ, a szürke öreg Berlin után. Párok sétáltak a csodálatos napsütötte sétányon, villamosok zörögtek a földközi tenger mentén, élénk színű árudák édességet és italokat kínáltak. A háborúra csak a szövetséges flottához tartozó és a távolabbi öblökben horgonyzó hajók, valamint a bordéok környékén lődörgő tengerészek és szolgálaton kívüli tisztek emlékeztettek. Alexet a közel-kelet párizsaként szokták emlegetni, amely még kajróénál is siralmasabb. Azt beszélik, a bordélyok minden elképzelhető ízlést kielégítenek. Még az ókori rómaiak is a bűnös gyönyörök városának hívták. Répcső felfigyelt két nagymellű egyiptomi prostituáltra, akik megpróbáltak két fiatal tengerészt becsalni egy lerobbant szállóba. Úgy látszik, nem sokat változtak az idők Antonius és Kleopátra óta. De csodálkozom, honnan ismered Alexet ilyen jól? Gyerekkoromban a szüleim elhoztak ide, nem meséltem? Apám folyton azt forgatta a fejében, hogy Kleopátra mesés kincses palotája valahol az itteni kikötőben van eltemetve. Legutóbb egy éve jártam itt, egy hónapot töltöttem az ellenséges vonalak mögött működve. Nem volt olyan veszélyes, ami ennek hangzik, és határozottan kellemesebb, mint a brit aknatűzben Líbiában. Abban a pillanatban két katonai jeep fordult be a sarkon, és megállt a kornis közepén. Fél tucat katonai rendőr ugrott le, és kezdett úttorlaszt emelni, mindkét irányból leállítva a forgalmat, a sofőrök iratait ellenőrizték. Halder eldobta a cigarettáját. Lehet, hogy csak rutin ellenőrzés, de az is lehet, hogy bennünket keresnek. Ne hívjuk ki magunk ellen a sorsot. Kézen fogta Récsölt, átvágtak a tengerpart menti úton, és a sétányjal szemben befordultak egy keskeny mellékutcába. Ez is hemzsegett a bordélyoktól, és a szolgálaton kívüli katonáktól kellemetlen szagok terjengtek. Tudom, hogy kockázatos, de meg kell próbálkoznunk a főpályaudvarral. Még mindig megvan rá az esély, hogy talán nem figyelik. Ezúttal a saját iratainkat használjuk. Mi lesz, ha valaki megpróbál letartóztatni bennünket? Eltűnünk onnan, amilyen gyorsan tudunk, ha kell, fegyvert használva. Látta, hogy végig végignéz rajta. Mi a baj? Azt hiszem, tudod, hogy őrült vagy Jack Halder. Mintha felélénkülnél, amikor veszélyt szimatolsz a levegőben. Senki nem mondta még neked? Halványan elmosolyodott. Ez a porosz vérem lehet. Csak állt, adszán különös izgatottsággal. De tudod, mi a legfurcsább? Hónapok óta nem éreztem magam ennyire elevennek. Másik mellékutca felé mutatott. Az állomás gyalog, mintegy húsz percre van. Biztonságosabb, ha a mellékutcákon maradunk. Na, gyerünk! És próbáljunk nem úgy kinézni, mint szökésben lévő elítélt pár. 13 óra 10 perc. Becsaptak bennünket, uram! Roppant okos pár, azt meg kell hagyni! Vívő a az irodájában vigyázban álló katonai rendőrre nézett. Pihenj, őrmester! Az őrmester pihenybe állt, a kezét a háta mögé tette. Sanson levette a sapkáját, alszai szempántja homoktól csillogott. Az íróasztal szélén ült. Elmondhatná részletesen, hogy mi történt. Weaver azonnal rádiózott Sansonnak, amikor meghallotta Meyersztől a hírt, Sanson pedig visszasietett a parancsnokságra, ott hagyta a járőröket, hogy folytassák a falvak átkutatását. Weaver beszámolt neki a két halott tiszt személyazonosságáról. A katonai rendőr feszengett a három tiszt társaságában. Beszéljen, őrmester! sürgette Weaver. Sehol nem láttuk a két férfit. Néhány emberemmel megfigyeltettem a városból kivezető utakat, de egyetlen szolgálati kocsit sem láttak. És nem volt jelentés egyetlen más ellopott civil vagy katonai járműről. De amikor visszamentem az állomásra, megvizsgáltam az elhagyott dzsippet. Kiderült, hogy a két eltűnt tiszté volt. Hogy nézett ki a fiatal nő? Nagyon csinos. A huszas évei vége felé. Szőke, kékszemű, Karcsú, átlagos magasság. És átkozott jó színésznő, be kell vallanom. Azt állította, délafrikai. Igen, uram. Azt mondta, az apja alezredes. Alexben szolgál. És maga mégsem ellenőrizte az iratait? Kérdezte dühösen Sanson. A katonai rendőr elvörösödött. Azt mondta, elfelejtette elhozni őket. Én meg úgy gondoltam, nincs rá szükség, ha egy tiszt kész kezeskedni érte. Sanson igyekezett fékezni a dühét. Azt mondja, a férfi Jameson századosként mutatkozott be? A katonai rendőr bólintott. Ez félelmetes volt, uram. Olyan hideg alakított. Tökéletes felsőosztálybeli angolssággal angolsággal beszélt. Az őrmester félbe szakította a beszámolóját, és Myersre nézett. Ennézését kérem, uram, úgy értem... Myers kurtán bólintott. Tudom, hogy érti, őrmester. Folytassa! Azt hiszem, 30 év körüli lehet, plusz-minusz egy-két év. Magas, elég jóképű, sötét hajú és szemű. Ügyesnek látszó fickó, mondhatom. Aztán, amikor utána néztem Amiriában, azt mondták, hogy Jameson százados és egy másik tiszt, Greyhad nagy, eltűnt. És aztán meghallottam, hogy... Tudjuk, mit hallott. Felismerné bármelyiküket, ha újra látná? kérdezte vívő. Ó, uram, igen, kétség nem férhet hozzá. És az iratai? Kérdezett közbe Sanson. A fényképek biztosan nem egyeztek. Az őrmester ismét elvörösödött. Néha nehéz megállapítani ezeknél a fényképeknél, uram, különösen, ha valaki egyenruhát visel, és némileg hasonlítanak egymásra. De hidegvérű alak volt, mondta, hogy csak folytassam, Ellenőrizzem a parancsnokságnál, amikor észrevettem, hogy az igazolványa egy hete lejárt. Olyan meggyőzően hangzott, hogy hittem neki. Biztosan kegyetlen, okos buzeráns, bárki is az illető, mondta vívődnek Sanson, majd a fali térképhez lépett. Azt mondja, felszálltok a helyi vonatra, amely erre éjszakra ment? Igen, uram, felelte a katonai rendőr. Megkérdeztem az állomás főnököt. Miután elmentem, együtt látta a férfit és a nőt. Ekkor rádióztam a parancsnokságra. Sanson odafordult Mayershez. Hol a vég állomás? A Ramlech, a főpályaudvar. De már régen odaérhettek, csak fél óra az út. Feltételezem, persze, hogy az volt az úti céljuk, mert útközben sok megálló van. Küldjön néhány embert az útmenti állomásokra, Kérdezzék ki a vasúti személyzetet. Tudja meg, látott-e valakit leszállni valamelyik állomáson hozzájuk hasonló párt? Az őrmesterre nézett, alig tudott uralkodni az altiszt tehetetlensége felett időhén. Egyelőre ez minden. Várjon odakint. A férfi kiment, Sanson megszólalt. Csak két esélyük van. Vagy tovább mennek, vagy a városban maradnak. Myers az órájára pillantott. Egy óra múlva indul egy vonat Kajróba, uram. A negyed hármas. Egy órával később egy másik porszájtba indul. Ha úgy döntenek, hogy tovább menekülnek, amíg tart a szerencséjük, nem árthat szoros megfigyelés alatt tartani a Ramlech állomást, ahogyan Weaver a lezeredes úr javasolta. Sanson vágott egy grimaszt. A seggébe lefogadhatja, hogy figyelni fogunk. Csak civil ruhások legyenek ne csoportosuljanak az emberei, kettesével, hármasával szivárogjanak be az állomásra, a fő és a hátsó bejáratokon. Mondja meg, hogy legyenek diszkrétek, egyetlen hiba, és elszám minden reményünk, hogy elkapjuk a gazembereket. Igenis, uram. És kerítsen nekünk is civil ruhát. Intézze az állomás főnöknél, hogy minden utasnak csak egy vagy két jegyellenőrző pontnál kelljen áthaladnia. Legyen készenlétben orvosi segítség is, hát ha szükség lesz rá. Nagyon szűk időt hagyott mindennek a megszervezésére, uram. Semmi kifogás százados. Csak gondoskodjon róla, hogy megcsinálják. Sanson fölvette a sapkáját, leporolta róla a homokot. Van még valami ötlete, Weaver? Szerintem mindenre gondolt. Weaver az ajtó felé intett a fejével. De magunkkal kellene vinnünk az őrmestert. Egyszer látta őket, újból rájuk ismerhet. 13 óra 45 perc. Halder és Lichel körülbelül fél óra alatt odaért a Ramlech állomásra. A szemközti sarkon állt egy kis kávézó, Halder odament az egyik asztalhoz és intett a pincérnek. – Mi a baj? – kérdezte Rachel. – Először nem árt a felderítés. Ígyunk egy kávét. A jemenit ajánlom, az első osztályú. És együnk is valamit, amíg tehetjük. Kávét és süteményt rendeltek. Halder közben a túloldalon az állomás bejáratát figyelte. A szokásos átutazó katonákat látta jönni-menni a bejáraton, útításka a vállukon, néhány egyiptomi közlekedési rendőr csevegett a téren áldogálva. Nem igen figyeltek senkire sem, és Holder katonai jelenlét nyomát sem látta. Elég nyugodtnak látszik, de ismét meg lehet, hogy álcázott embereket helyeztek el. Ezt a kockázatot vállalnunk kell. Még tíz percig figyelte az állomást, közben megitta a kávéját. Ha a legcsekélyebb jelét látod a bajnak, maradj szorosan mellettem. Érted? Rélcső bólintott. Megtapogatta a zsebében a revolvert, lenézett és oda a karját. Ideje belekóstolni a vízbe! Készen vagy? A lány felállt és belekarolt. 40. fejezet Ramlech állomás, 14 óra A Ramlech kaotikus, hatalmas kőépület nagybolt évekkel. A bejárat belső oldalánál több koszosnak látszó élelmiszer stand állt, körülöttük vásárolni készülődő utasok, zömmel arab parasztok. Belük volt tele az állomás, többségük mezitlábasan, galabiában, mellettük a feleségük, gyerekeik, spárgával átkötözött dobozokat, csirkékkel és galambokkal megrakott faládákat cipeltek. Vívő a jegyellenőrző korlátjához állt, Myers egyik munkatársától kölcsön kapott vászonöltönyt viselt. A párás levegőt áthatották a szagok és a tikkasztó hőség. Mellette állt az őrmester, sportos szabású blézerben és nadrágban, rövidre nyílt frizurájú fejére panamak alapot tett. Negyed óra múlva indul a kajrói vonat, egy órával később pedig a port szajdi. Az utasok csak egyetlen korlát mellett mehettek ki a peronra, vívőr és az őrmester nem messze át az egyenruhás arab jegyellenőrtől, elég közel, hogy minden áthaladó arcát megnézhessék. Vívőr az állomás órájára pillantott. A mutatók két órát jeleztek. Hosszú sor alakult ki, néhány európai utas morogva tiltakozott, de az arabok könnyedén beletörődtek a kényelmetlenségbe, hozzá voltak szokva az esztelen bürokráciához és a késlekedéshez. Az őrmester eddig senkit nem látott, aki hasonlított volna a pár tagjaihoz. A peronon még egy ellenőző pontot állítottak fel, ahol két civilruhás katonai rendőr újból ellenőrizte az átengedett utasok személyazonosságát. Weaver elégedetnek érezte magát, mert ha észreveszik a párt, azok nem menekülhetnek. Eszelős rohamban szerveztek meg mindent. Csak öt perce érkeztek a hátsó úton, az épület mögött parkoló egyik katonai teherautóban öltöztek át a kölcsönbe kapott ruhákba. Tíz felfegyverzett civilruhás férfi állt ört az állomáson kívül, további hat a peronokon, Újabb két tucat egyenruhás katona befészkelte magát szükség esetére az állomás főnöki irodába. Sanson a főbejárat előtt helyezkedett el két civilruhás katonai rendőrrel, készen útját állni minden menekülésnek, a közeli mellékutcában néhány motoros rendőr állt a várakozó mentőautó és két orvos mellett, ha lövöldözés tör neki. Az állomáson zűrzavaros forgalom volt, ami csak nehezítette a munkát. Weaver húsz méterrel látta Meyerset és egy másik civilruhás tisztet, amint egy oszlopnak támaszkodtak, cigarettáztak, lábuknál néhány kopott bőründ, úgy tettek, mintha várakozó utasok volnának. Meyers odanézett Weaverre és a fejét csóválta. Eddig még nem láttak gyanús személyeket. Az őrmester hirtelen megérintette Weaver karját. – Van egy pár, mintegy hat-hét méterre a korláttól uram! Hol? A hölgynek világos haja van, kék ruhát visel, a férfin világos zakó van. Vívőr feszülté vált, végignézett a soron, ügyelve, hogy ne legyen feltűnő. Meglátta a párt. Európai menekülteknek látszottak. Kicsit messze vannak, hogy rendesen lássam őket, mondta az őrmester, de határozottan hasonlítanak rájuk. Nem biztos, hogy ők azok. Hát, nem uram, ilyen távolról nem lehetek benne biztos. És a hölgyön, mintha túl sok volna a mink. Vívő tudta, ha ez nem a megfelelő pár, és mégis a közelükbe mennek, mindent meghiúsíthatnak vele. A sorban álló többi utas látná az esetet, és ha köztük vannak a valódi gyanúsítottak, meggoronthatják a bajt, és kicsúszhatnak a sorból. Melyez és társa az oszlopnál várta, hogy mi történik, de a sor annyira feltorlódott, és az állomáson akkora volt a nyüzsgés, hogy vívő csak reménykedett a stratégia sikerében. Hátra nézett a pár felé. Előbbre jutottak a sorban, talán öt méternyit, kerülte, hogy egyenesen rájuk nézzen. Még mindig azt hiszi, hogy hasonlítanak? Igen, uram, felelte az őrmester. Ha eléggé előre jutnak, menjen közelebb hozzájuk, nézze meg őket alaposabban. Legyen olyan diszkrét, amennyire csak tud. Aprót bólintott az oszlop mellett várakozó Meyers felé. A százados eldobta a cigarettáját, valamit mondott a társának, majd mindketten elindultak. Percekkel később a pár nem odaért a jegyellenőrhöz. Beaver látta, hogy a férfi két jegyet vesz elő. A zsebében megmarkolta a koltot. Most! Nógatta az őrmestert. Miközben a pár a jegyellenőrrel foglalkozott, az őrmester közelebb lépett. Az arcukat tanulmányozta, a nő felnézett, meglátta, lefegyverzően rámosolygott. Az őrmester megfordult, visszajött és megrázta a fejét. Sajnálom, uram, úgy néztek ki, mint az általam látott két ember, de határozottan nem ők azok. Teljesen biztos benne? Biztos vagyok. Weaver leeresztett. Melyeszre nézett, megrázta a fejét. A százados tartása lazábbá vált. Felnézett az állomás órájára. 14 óra 05. Tucatnyi újabb utas, sokan közülük európaiak, néhány katona, de többnyire civilek az utolsó pillanatban beálltak a sorba, hogy felszállhassanak. Weaver idegesen törölgette a homlakát. A forrongó délutáni hőség áthatotta a zsúfolt állomást, a várakozással járó feszültség nem segített. Gyanította, hogy ha ott vannak a németek, megpróbálnak az utolsó pillanatban elmenni, éppen mielőtt kigördül a szerelvény. Tartsa nyitva a szemét, mondta az őrmesternek. Ha megpróbálkoznak a felszállással, hamarosan sor kerül rá. 14 óra. Halder rachel a karján belépett a zsúfolt állomásra. Óvatosan körülnézett. Csak szolgálaton kívüli katonákat látott, sőt ittak az arab élelmiszeres pultnál, a vonatukra vártak. Mások utitáskákat cipelve a vállukon a peronok felé tartottak. Minden elég rendben lévőnek látszik, de sosem lehet tudni. A jegyárusító pult közelében az oszlopra erősített medetrendhez vezette Récsölt. Ahmednek igaza volt. 14 óra 15. Negyed óránk van a vonat indulásáig. Mit gondolsz, tudnál venni nekünk két jegyet? Mi lesz, ha tele van a vonat? Halder elmosődött. Szerintem majd meglátod, milyen csodákra képes egy kis baksis. Adott egy kis pénzt a lánynak. Retúrt vegyél, az mindig kevésbé gyanús, mint az egy útra szóló. És ne észgúj, itt leszek, figyelek. Megvárta, amíg Récső beáll a sorba a jegyért. Észrevette, hogy civilruhás fiatal ember áll a jegyárusító pult oldalánál, ráírősen újságot olvas. Egy pillantást vetett Récsőre, majd folytatta az újságolvasást. Halder nyugtalannak érezte magát. A férfi lehet katonai rendőr, de lehet, hogy csak vár valakit. Nehezen lehetett megállapítani. Nem próbált közelebb menni Récsőhez, vagy bárki máshoz a jegyért állók sorában, de jelenléte határozottan nyugtalanította Haldert. A peronok túl messze voltak, hogy megnézze, folyik-e a katonai rendőrség részéről ellenőrzés, és nem akarta magára hagyni Récsőt. Felnézett az állomás órájára. Két óra, öt percet mutatott. Récső visszajött a jegyekkel, és Halder megkérdezte. Volt valami gond? Semmi. Két retúr, ahogy kérted. Helyes. Gyerünk. Szoríts! Ismét karon fogta a lányt, elindultak a peronok felé. Az egyetlen jegyellenőző korlátnál hosszú sor állt, ami rögtön fölkeltette Halder gyanakvását. Két civil ruhás férfi állt a korlát egyik felén, közel az arab jegy Amint egyikük fölemelte a panama kalapját, hogy megtörölje a homlokát, Alder megdermett. Egy-két másodpercbe telt, de fölismerte az őrmestert reggelről, az állomásról. Á, fene vigye el! Éppen el akart fordulni, amikor meglátta az őrmester mellett álló másik férfi arcát. Istenem, ezt nem hiszem el! Mi baj van? kérdezte Récső. Halder tekintete indulatossá vált a hitetlenkedéstől, nem válaszolt. Helyette erősen megfogta Récső karját, kilépett a sorból, és behúzta magával a lányt a tömegbe. 41. fejezet Halder átverekedte magát a tömegen, az állomás ételes pultjai felé furakodott, amelyek körül ausztrál katonák tolongtak zajongva. Vett két sört, és odamentek az egyik asztalhoz. – Mi a baj? – kérdezte Récsöl. – Úgy nézel ki, mint aki szellemet látott. – Ne nézz most oda! – szólt rekedten Halder. – A korlát közelében áll két civil ruhás ember – civilruhás katonai rendőrök, és bennünket keresnek. Honnan tudod? Az egyikük az az őrmester, akit vakvágányra küldtünk. Récső megdöbbent. Halder folytatta. Készítsd fel magad még egy megrázkódtatásra, a másik férfi, Harry Weaver. Pillanatra a lány megdöbbent, aztán hirtelen megfordult, és a jegyellenőrzés felé nézett. Messze volt, Halder látta, hogy Récsül nagyon erősen összpontosít. Ne bámulj, csak felhívod magadra a figyelmet, figyelmeztette. De Récső alig figyelt. Észrevette az őrmestert, aki a jegyellenőr közelében állt, aztán az arcára kiülő kifejezés elárulta, hogy felismerte Harry weaver aki kicsit öregebbnek látszott, könnyű pamutöltönyében. Túl messzire állt, hogy észrevehesse őket, Elmélyülten nézte a sorban álló utasokat. Rachel! Térítette magához Halder hangja. Nem, nem tudom elhinni. Halder kortyolt a söréből. Tényleg kicsi, és meglepetésekkel teli ez a világ. Olyan fajta végzet, amilyenben az ókori egyiptomiak hittek, viszont látás egy másik életben. Rachel ismét körül akart nézni, de Halder megragadta a kezét. Ne csináld feltűnően! Ha eri az, nem kérdéses! De hát mi csinál itt? Jó kérdés, de azt hiszem, van rá magyarázat. Elég jól beszél arabul, tehát nem meglepő, ha Egyiptomban szolgál. Csak feltételezem, hogy a katonai rendőrségnél vagy a katonai hírszerzésnél van. A lányra nézett, akinek még mindig zavar ült az arcán. Jól vagy? Olyan valószínűtlennek tűnik ilyen körülmények között látni újra. Nem tudom, mit higgyek? Már ketten vagyunk így. És biztosra veszem, hogy Harry is meglepődne, ha tudná, hogy itt vagyunk. Récső teljesen zavarodottnak tűnt. Szerinted, ugye? Nem tudja, hogy mi vagyunk azok, akiket keres? Kétlem. Honnan tudná? De bármennyire szerettem is mindig Harry társaságát, nem hiszem, hogy most itt kellene maradnunk egy csevegésre. Halder a fejét csóváva feszülten folytatta. Ki gondolta volna? Harry és mi a kerítés két oldalán, ilyen időkben. Ijesztő gondolat, és egyáltalán nem élvezem. Elcsodálkozik az ember, vajon van-e valaki odafent, aki a drótokat rángatja, és nevet rajtunk. Hald el sejtette, hogy a lány még egyszer hátra akar nézni vívőre, de átnyúlt az asztalon, és megszorította récső kezét. Most elmegyünk, idd ki, mert szükséged lesz egy kis alkoholos bátorságra. Látva, hogy herr és az őrmester civilben van, lefogadhatod, hogy mások is vannak a közelben, valószínűleg a kiáratokat fedezik, ami megnehezíti a dolgot. Korábban észrevettem egy embert a jegyárusító pultnál, aki gyanúsan nézett. Valószínűleg Harry egyik társa. Récső hozzá sem nyúlt a söréhez, és Halder észrevette, hogy remeg a keze. Biztos, hogy rendben leszel? Azt hiszem. Ha bárki megpróbál megállítani bennünket, bízd rám a beszédet. De légy készen az indulásra, ha szólok. Nem adott fel könnyen, ugye, Jack? Sosem láttam az értelmét. Mosolyt erőltetett magára, levetette a zakóját, meglazította a nyakkendőjét. Aztán kivette a zsebéből a revolverét, és a zakó alá tette. Mi lesz, ha Harry és a barátja utánunk jön? Az izgalomtól megfeszültek halder vonásai. Ne is gondoljunk rá. Elég baj az is, hogy a valaha volt legjobb barátommal kerültem szembe. A világon a legkevésbé azt akarom, hogy Harryvel leszámolásra kényszerüljek. Szépen és könnyedén viselkedj, maradj szorosan mellettem. Ahogy a tömegben hátra mentek, Halder megragadta a lány kezét. Ha sikerül kijutnunk, Megpróbálunk visszajutni a sétányra. Úgy érted, ha sikerül? Emlékszel a régi arab mondásra? A túléléshez bele kell nevetned a kétségbeesés arcába. Szóval csak próbálj teljesen higgatnak, normálisnak látszani, még ha megállítanak is bennünket. A válla fölött gyors pillantást vetett hátra, de sem Harry Weaver, sem az őrmester nem követte őket. Az állomás kiárata felé vezette Hécsölt, elvegyültek az utasok tömegében. Ez az, erre megyünk! Örökké valóságnak tetszett a kiárathoz vezető út. Minden irányban emberek kavarogtak körülöttük, ahogy átverekedték magukat, Halder a tömegben aggódva figyelt a baj legapróbb jeleire, de anélkül, hogy bárki megállította volna őket, elérték a kiáratot. Megállt, mielőtt kiléptek, megpróbálta végigpásztázni az állomás előtti forgalmas teret. A járda mellett buszok sorakoztak, nem látott várakozó katonai járművet. A járda túl zsúfolt volt, hogy alaposabban megnézze, de senkit nem látott, aki civilruhás katona vagy rendőr lehetett volna. A korábban látott két egyiptomi közlekedési rendőr még ott volt, csevegett, cigarettázott, teljes érdektelenséget tanúsítva a körülöttük zajló dolgok iránt. A téren átellenben mellékutcák útvesztője látszott, ez volt a nyüsgő bazár bejárata. Arra megyünk, mondta Récsőnek. Minden elég rendben lévőnek látszik. Készen vagy? Halder szorosabban markolta a zakója alatt a revolvert. Szoríts! És ne feledd, ha bárki megállít, bízd rám! Bevették magukat az állomás menyezetig érő ajtói felé tartó tömegbe, és kiléptek a Ramlechtérre. Halder a szeme sarkából hirtelen észrevett balra egy magas, jó felépítésű, civilruhás férfit az állomás fala mellett. Bal pántot viselt, állán élénk sebb hely Halder ösztönösen tudta, hogy a férfi az állomásra tartó és az onnan távozó tömeget tartja szemmel, és látta, hogy feléjük néz. Érezte, hogy meglódul a szívverése, de nem volt más választása, mint tovább menni. Alig tettek meg pár lépést, amikor mögöttük megszólalt egy hang. Elnézést, uram, hölgyem! Halder megfordult. A szempántos férfi volt az. 14 óra 15 perc. Weaver kezdett elcsüggedni. Eddig az őrmester senki más nem látott, aki hasonlított a férfira és a nőre. A kajróba tartó vonat indulni készült a peron mellől, sípok szólaltak meg, zászlós férfiak mentek le, föl a vagonok mellett, az ajtókat csapkodták. Amikor a jegyellenőr gyors mozdulattal átengedte az utolsó utast, megszólalt az őrmester. Nincs túl sok szerencsénk, ugye, uram? Azt hiszem, nincs. Vívőr odaszólt, mely A pár még felbukkanhat. Itt kellene hagynia az embereit őrködni. Mikor indul Porthzajtba a vonat? Egy óra múlva, uram, és Cairoba hatkor megy a következő. Szóljon az embereinek, hogy pihenőt hagyva váltsák egymást, de figyeljék az érkező és induló helyi vonatokat. Akarja, hogy szóljak Sanson alezredesnek, uram? Vívő megrázta a fejét, meglazította a nyakkendőjét, teljes leveltséget érzett. Az állomáson tikkasztó hőség volt, levegőre volt szüksége és kis kikapcsolódásra a kavargó tömegből. Nem, majd én szólok neki. Halder megpróbálta eldönteni, hogy lelője-e a szempántos férfit, amikor másik öles termetű civilruhás lépett mellé. Észrevett a bejárat közelében egy harmadik civilruhást is, aki a történteket figyelte, miközben egy cipőtisztító fiúval a cipőjét fényesítette. A bazál csak ötven méternyire volt a tér túloldalán, de ahhoz túlságosan messze, hogy odafussanak, megkockáztatva, hogy rájuk lőnek. Láthatnám az iratait, uram? Kérdezte szaporán a szempántos férfi. Társa mellette állt, kigombolt zakóly alatt kidudorodott valami, egyik keze a derék szíján, mozdulatra készen. Halder igyekezett megsértetnek tűnni, amikor a két férfira nézett. Ki a fene maga? Szanszon alezredes a katonai hírszerzéstől. A szempántos megmutatta az igazolványát. Halder higgadtan felelt. Hát ebben az esetben természetesen megmutatom. Átnyújtotta az igazolványát. Ön is asszonyom, ha nincs ellenére. Folytatta Sanson. Récsül a táskájában matatott, majd oda az iratait. Sanson átvizsgálta mindkettőjük papírjait, olyan gondosan, mint a banktisztviselő a hamisnak hit bankjegyeket, elidőzött a fényképek nézegetésével, aztán hüvelykujjával megdőzsölte a nyomtatást. Végül felnézett, Halder gyanakvást látott az arcán. Vonatra akartak szállni, uram? Miért kérdezi? Halder mérgesnek hangzott. Észrevettem, hogy tíz perce bementek az állomásra, és most kijöttek. Arra gondoltam, volt-e valami oka, hogy meggondolhatták magukat az utazást illetően. Figyeljen, haver! Nem sokkal korábban szálltunk le a kajrói vonatról. A barátnőm észrevette, hogy elhagyta az egyik csomagját. Kiderült, hogy eltűnt, és szerencsénk lesz, ha visszakapjuk. Halder igyekezett kellően feldúrtnak hangzani. De ne neked egyiptomi vasúti szolgáltatás. Teljesen haszna vehetetlen. Sanson kurtán hidegen rájuk mosolygott. Az iratai szerint maga amerikai és Paul Mallory a neve. Na és? Sanson bizonytalan volt, miközben végignézett Halderen. Megkérdezhetem, miért nem szolgál uram a hadseregben? Alig hiszem, hogy ez magára tartozik. Tehetek róla, hogy rám tartozzék. Ha muszáj tudnia, egészségi ok tette kizártá. A tárcámban talál egy dokumentumot, amely megerősíti ezt. Na, megmondaná, hogy mi ez az egész itt? Sonson a tárcában megtalálta az orvosi iratot, megvizsgálta. Aztán még mindig gyanakvón végignézett mindkettőjükön. Megkérdezhetem, mi járatban vannak Alexben? Régész vagyok a Kajrói Amerikai Egyetemen tanítok. Nem ezt kérdeztem. Az Alexi Múzeum főkurátora meghívott bennünket, hogy vizsgáljuk meg néhány Rasid mellett nemrég feltárt leletet. Halder mosolygott de azt hiszem, ez jó alkalom arra, hogy az ember régi barátokat látogasson meg. Látta, hogy Sansont még mindig nem győzte meg. Kétségbe esve rukkolt ki az utolsó adójával. Igazság szerint éppen összefutottunk egyel az állomáson. Harry Weaver. Látva, hogy ugyanazon a területen dolgoznak, feltételezem, hogy ismeri. Sanson fölemelte a tekintetét. Maguk vívőr a lezredes barátai? Harryvel régre nyúlik a barátságunk. Sanson láthatóan hirtelen megnyugodott. Értem. Récsőre nézett. Ön német zsidó, Mr. Uber? Igen. Szabad megkérdeznem, milyen kapcsolatban áll ezzel az úrral? Kollégák vagyunk, én is régész vagyok. Sanson visszaadta az irataikat. Nem tartom fel önöket tovább. Köszönöm, hölgyem, és önnek is, uram. Halder a zsebébe tette az iratokat. Még mindig nem árulta el, mire ez a felhajtás. Nagy szabású biztonsági akció zajlik, felelte egyszerűen Sanson. Nem mondta önöknek vívör a lezredes? Halder elmosődött. Egy szót sem szólt róla, de hát Harry már csak ilyen. Mindig csukott lapokkal játszott. Mosolya elillant, amikor elnézett Sanson mellett. Megmerevedett, amint Harry Weaver kilépett az állomás ajtaján. Halder hirtelen elfordult. Valami baj van? kérdezte Sanson. Semmi! Halder mosolyt erőltetett az arcára. Azt hittem, eleget késlekedtünk. Jó napot! Erre kedvesem! Erősen megfogta Récső karját, és elindult a téren át a bazár felé, de tudta, hogy elkéstek. A szemes arkából látta, hogy Sanson felé menet Harry Weaver döbbenten megáll. Arcán értetlenség tükröződött, mintha holtat látna, amint felkel és jár. Tátott szája bámult rájuk, tekintete récsőre esett, és az arca krétafehér lett. Gyorsan történt. Sanson megérezte, hogy valami nincs rendjén, de Halder szemvillanás alatt előkapta a revolverét. Sanson hátralépett, és a fegyvere után kapott. Istenem! Halder belelőtt a kezébe, a nagy darab angol hátra tántorodott, a sérülését markolászva. A téren ordítozást tört ki, amint az emberek fedezékbe futottak, körülöttük szinte azonnal üres lett minden. Sanson társa már előkapta a fegyverét, de Halder tüzelt elsőként, a vállába lőtt, a férfi fájdalmában felüvöltött és elesett. Miközben az állomás bejáratánál álló civilruhás férfi megpróbált leadni egy lövést, Halder kétszer ismét tüzelt, amitől az illető neki csapódott a falnak. Vívő szinte teljesen megbénult. Még mindig megdöbbenve állt és hitetlenkedve nézett Halderről récsőre. Halder fölemelte a fegyverét, célba vette, de vívőr még most sem mozdult, aztán Halder megtörte a varázslatot, és megragadta a récső karját. Mozgás! és a téren át elrohantak a bazár felé. 42. fejezet. Átszaladtak a bazár útvesztőszerű keskeny utcáin, Halder durván lökte félre az útjukból az embereket, kereskedők pultjait borogatta fel. Rémlátomás volt. A zsúfolt piacon emberek nyomodtak nekik, tébújtó volt, ahogy haladni próbáltak. Tíz perccel később maguk mögött hagyták a nyüzsgő mellékutcákat, kezdett csökkenni a gyalogos forgalom. Haldersi erőssét a tempóra lassított, mindketten kifogytak a szuszból. Válla fölött állandóan hátra nézegetett, de senkit sem látott, aki őket üldözte. Tudta azonban, hogy ez nem sokáig tart. Pillanatokkal később igazolódott a félelme. Motorkerék pár magas hangja közeledett. Behúzta Récsőt egy büdös kis utcácskába. Ne mozdulj! Marad teljesen mozdulatlan! Hirtelen elrobogott egy motoros katonai rendőr, nyomában gyorsan egy másik. Halder megvárta, amíg eltávolodnak, aztán kilesett az utcára. Az arcáról letörölte a verítéket. Azt hiszem, most kicsusszantunk, de nem maradhatunk itt. Karolj belém, mintha csak sétálnánk kijöttek a kis utcából, és ismét forgalmas kereszt utcákon találták magukat. A tenger felé tartottak, és tíz perccel később kijöttek a Kornis térre. Halder nyomát sem látta a korábbi ellenőrzőpontnak, Récsölt oda vezette a sétány egyik padjához. Látta, hogy a lány arca feszült. Nem maradhatunk itt sokáig, és minél tovább kóborunk itt napvilágnál, annál valószínűbb, hogy elkapnak bennünket. Mit tehetünk? Lefogadhatod, hogy Harry és a barátai a történtek után lezárnak minden kivezető utat, így nincs értelme megpróbálni eljutni Rasidba. Ha besötétedik, meg kell próbálnunk eltűnni a városból a sivatagon át. Nagyjából ez az egyedüli reménységünk. Miért, Rasid? Elfelejtettem, te nem tudod. Elmagyarázta a helyzetet a csónakkal. Baj esetére szánták menekülési lehetőségnek. Csak hogy most nem lenne sok hasznunk belőle. De azt mondtad, öngyilkosság lenne megpróbálni átvágni a sivatagon? Azt hiszem, nem igen maradt választásunk. Megnézte a térképet. Ha tudnánk lopni megfelelő járművet, talán egy terautót, és részt találnánk a katonai kordonon, akkor szerencsénk lehetne. Alig ha keríthetik be az egész várost. Túlságosan nagy kiterjedésű, és egyszerűen nincs hozzá elegendő emberük. Így szükségképpen kell lennie valahol egy-két résnek. A gond, hogy megtaláljuk valamelyiket. És közben mi lesz? Kell valami biztonságos hely, ahol éjszakáig el lehetünk, miközben kiagyaljuk a dolgokat. Halder felállt, lenézett a lányra. Aki hirtelen nagyon sebezhetőnek és kisgyereknek tűnt. Sajnálom, Récső. Sajnálom, hogy egyáltalán belekeveredtél ebben. Mi? Mi történt ott az állomáson, Harryvel? Még mindig nem tudom teljesen elhinni. Mint a rémlátomás. Belül még mindig reszketek? Gyengéden megérintette a lány arcát, komor tekintete elárulta, hogy ő is próbálja megemészteni a saját érzéseit. Én sem tudom, de most ne beszéljünk róla. Kérlek! A napsütötte kornis túloldalán szállodák, szálláshelyek és bordélyok hosszú sorra nyújtózott, végig követve a tengerpart kanyarulatait. Az épületek brit jellegűek, késő viktoriánusok voltak, lépcső vezetett fel a bejáratokhoz, de legtöbbjük lepusztult állapotban volt, rájuk fért volna a felújítás. Récső végignézett rajtuk. A hadsereg át fogja kutatni a szállodákat és szálláshelyeket. Sehol nem lehetünk biztonságban. Alder bátorító mosolyt erőltetett magára. Igaz. A mosoly eltűnt, az arca sokkal komolyabb lett. De van egy ötletem. Kicsit durva, és valószínűleg az egyetlen reménységünk, de beválhat, ha mindketten le tudjuk gyűrni a zavarunkat. Nehéz volt elhinni, hogy Gabriel Pirou valaha legkívánatosabb nő volt Marseille-ben. 60 éves volt, az arca erősen kipirosítva, az ajka csupa rúzs, kevés a fogaira is rákenődött, és határozottan sántikába járt. Hajdani szépségére egyedül karcsú alakja és érzéki mediterrán szeme emlékeztetett, de még ezek is megkoptak a korral, tanúi voltak minden elképzelhető szexuális kicsapongásnak. A francia játékuszkár csahóva csimpaszkodott nagy mellébe, amikor Gabriel ujjai csettintésével a bordéi szalonnyában álló férfiak csoportja elé gyűjtötte lányait. Csí, Donni mon chéri, dorgálta meg a kutyát. Nem látod, hogy az urak választani próbálnak? A szóban forgó urak mind szövetséges tisztek voltak, akik a helyi bárban elfogyasztott ital után tértek be. A lányok választék a különféle európai és arab szépségekből állt, Némelyikük három ruhát viselt, mélyen kivágott, flitteres felső résszel, és lezser, átlátszó bugyival, mások szoknyában és sokat feltáró blúzban jelentek meg. Mindannyian nagyon csínosak, ketten közülük kifejezetten szépek voltak, és mindegyikükből áradt az érzékiség. Nevettek, kuncogtak a tisztekre, játékosan illegették magukat, sugalva, Mekkora élvezet várja őket odafent a hálószobákban. Nos, urak, hát nem örülnek, hogy ide látogattak? A hölgyek trés bájosak. Ne se pass? Gabriel még mindig erős akcentussal beszélt, szavai keveredtek francia anyanyelvének szavaival. Leütötte a hamut elefántcsont szipkája végéről, egy része a blúzára és az uszkárra potyant. A mellette álló brit tiszt udvariasan köhécselt. Igen, igen, nagyon is, hogy ne? És mind határozottan tiszták, ígérem. Az orvos havonta egyszer idejön. Gabriel Huncu túl mosolygott. Finnyás ember a doktor, teljesen megszállottja a higiéniának, ezért biztos vagyok benne, hogy az önökhöz hasonló igényes urak nyugodtan kikapcsolódhatnak. A tisztek idegesen mosolyogtak kicsit spiccesek, de nagyon udvariasak voltak. Gabriel mindig jobban kedvelte a tiszteket a sorkatonáknál, a tisztek általában nem itták magukat csont részegre, nem alkudoztak a lányok áráról, nem úgy, mint némelyik sorkatona, aki részeg vadállatként viselkedett. Ezért vendégeit a legnagyobb figyelemben részesítette, hogy máskor is visszatérjenek hozzá. Egy középkorú, Túlsúlyos francia tiszt megköszörülte a torkát, suttogott. – Madame, lehet két hölgyet is kapni? Gabriel bájosan mosolygott, örült, hogy megduplázhatja a nyereséget. Bármit akart a vendég, biztosította neki. – Hát természetes, bármit, amit a monszor kíván. Madame Piu minden kívánságáról gondoskodik. A tisztek kezdtek párokban elszerelni a lányokkal, leültek a kellemesen díszített szalomban szétszórt, kényelmes, vörös bársony székekbe. Gabriel lazított, a munkáját elvégezte. Húsz éve érkezett Alexbe, hogy megnyissa szalonját, távol kegyetlen francia sajánfiújától, aki megnyomorította. Most ő volt a madam a tengerpat egyik legjobb luxus mely híre szerint eleget tett az igényes ügyfelek kívánságainak. És rendkívül jövedelmezőnek bizonyult, különösen a háború kezdete óta. A csatákban kimerült, felforrósodott vérű és feleségeiket vagy barátnőiket hiányoló katonák szexre és társaságra epekednek. Az üzlet határozottan virágzott. A folyosón megszólalt a csengő. Gabriel felkapta Uszkárját, királynői mozdulattal odaintett az egyik lánynak, és kibicegett a helységből. Majd ajtót nyitok, Szüzett. Tölts egy kis frissítőt az uraknak. Pesgőt, ha azt hajtanak. Legyen rá gondod, hogy fejedelmi bánásmódban legyen részük, mielőtt a hölgyek felviszik őket. Amikor ajtót nyitott, kicsit meglepődött. Nem gyakran esett meg, hogy párok látogattak a szalomba, bár korán sem volt szokatlan egy férfi és egy nő állt a lépcsőn. Csinos pár volt, udvarjasan rájuk mosolygott. Új? Segíthetek? A férfi intelligensnek látszott. A barátunk ajánlotta, hogy keressük fel az ön intézményét. Gabriel elgondolkozott, a szerelmi ügyek sosem egyszerűek. Alkalmanként cseh párok szívesen élvezkedtek valamelyik lányjal hármasban. Rendszerint gazdagok voltak, a férj szexuális izgalomra vágyott, vagy a feleségnek voltak leszbikus hajlamai, vagy néha mind együtt. Ez a pár nem tűnt gazdagnak, izgatottnak látszottak, de amíg fizetni tudnak, és nem bántják a lányokat, olyan hálószobai játékot űznek, amilyent kívánnak. Kérem, lépjenek be! Ma délután elég nagy forgalmunk van, ezért nem biztos, hogy azonnal el tudom helyezni önöket. Gabriel a folyosóról nyíló egyik szalomba vezette őket, amelyet néhány vázányi virággal és ízléses, erotikus arab fali rajzokkal díszítettek. A nőre nézett. Nagyon csinos, de kicsit sok rajta az arcfesték. Büszke volt emberismeretére, szemeren szerint mindent elmondott neki, amit tudnia kellett, de ezen cseppet sem tudott kiigazodni. Tekintete kifürkészhetetlen volt. A férfiéban könnyebben olvasott, elég becsületes, katonára valló tekintete volt a civil ruha ellenére. Ne féljenek elárulni Madame Pirunak, mire vágynak? Gabriel barátságosan rájuk mosolygott, törte magát, hogy a pár felszabadultnak érezze magát. Minden ízlést kielégítünk, amíg meg tudják fizetni. Szelíd kérdés volt ez, nem kijelentés, és a férfi bólintott. Természetesen. És a madam miben tud önöknek segíteni? A férfi hebegett, még mindig meglévő nyugtalanságát próbálta leplezni. Szeretnénk egy finom hölgyel tölteni az estét. Privát szobában, természetesen. Ó, valami kis fűszer a szerelmi életükhöz? Gabriel fölemelte a tekintetét. De ez elég hosszú idő. A pénz nem gond. Gabriel felragyogott a csinos nyereség kilátására. Akkor bizonyos vagyok, hogy el tudjuk helyezni a madamot és a monszört. Hamarosan felszabadul az egyik legkellemesebb ifjú hölgyem. Nagyon otthonos az ilyen helyzetekben. Trész, finom és szép. Ha csak, természetesen, önök nem akarnak másik lányt választani. Nem, ez így jó lesz. A hölgy óránként öt egyiptomi fontot kér a szolgálataért. Meddig maradhatunk? Gabriel visszafolytott kacagással legyintett. Ameddig óhajtanak, séri, feltéve, hogy előre fizet. Na, no, ha utánam jönnének, elintézem a privát szobát, és gondoskodom egy üveg pesgőről. Természetesen a ház vendégei. Az ifjú hölgy hamarosan csatlakozik önökhöz, és aztán valóban zavartalanul élvezhetik az estét. 43. fejezet Brit katonai parancsnokság, Alexandria, 16 óra Weaver egyedül állt az ablaknál Meyers irodájában. Kábultnak érezte magát, mintha most ért volna magához az altatásból. A szája kiszáradt, homlokán izzadság csillogott. A laktanya udvarán tucatnyi fegyveres katona mászott fel a fedett erautókra. Nézte, amint Meyersz és néhány más tiszt vezényelte az embereket. Az egész városra kiterjedő, átfogó kutatás kezdődött. Weaver eljött az ablaktól, leült az íróasztalhoz, a kezére hajtotta a fejét, hirtelen urrá lett rajta a lelki fájdalom és a zavarodottság. Ha nem saját szemével látta volna, nem hitte volna el. Az állomás előtti pár Jack Halder és Récső Stern volt. Az agyában szemelnyi kétség sem volt azt illetően, hogy ők voltak azok, akik bolondá tették reggel az őrmestert. De az egésznek semmi értelme nem volt. Az egész örültségnek hatott. Teste remegett, még mindig sokkos állapotban volt. A halott nem kell fel, és nem jár, és mégis holtat látott. Récsült emlékezett a lány arcára kiülő meglepetésre abban a pillanatban, amikor megpillantotta. Az arcot az utóbbi négy évben minden nap felidézte magában, az arcot, amely miatt annyit sírt, amelyre annyira emlékezett. Abban a pillanatban meggyőzte magát, hogy álmodik, vagy hogy a hasonmását látta. De amikor megpillantotta Jack Haldert húsvér valóságban ott állni, látta, ahogy rálő Sansonra és a két civilruhás katonai rendőrre, tudta, hogy nem halucinál. A kérdés ott harsogott a fejében. Hogyan lehetséges ez? Ami az állomáson történt, az katasztrófa. Sanson és még két ember megsebesült, egyikük még mindig a francia kórház műtőjében fekszik, egy golyó megakadt a melkasában. Az ő zavarban Halder és récső elmenekült. Utánuk eredt a nyüzsgő mellékutcákon, csak nem egy óráig kutatott a környéken, de eltűntek, mint a kísértetek. Később megkérdőjelezte saját épelméjűségét is, de tanúk voltak és sebesültek. Az eset nem a képzelet szüleménye. Rendkívül zavarodottan csóválta a fejét, a gyomra mélyén roppant üresség kongott, amitől hány ingere támadt. A mellében remegést érzett. Kopogtak az ajtón. Egy tizedes lépedve tisztelgett. Telefonon keresik, uram! Kapcsolja ide! És szóljon meg századosnak, hogy látni szeretném, ha végzett odakint. Pillanatok múlva megszólalt a telefon. Fölvette. Véver a lezredes! Szia, Erri! Tudsz beszélni? Kane hangját hallotta. Ahelyett, hogy örült volna, Nagyot ugrott a szíve. Helen, szólt rekedten. Olyan fura a hangod, rendben van minden? Igen, minden rendben van, hazudta. Csak azért telefonáltam, hogy köszönjek, mert hiányzol, és hogy megkérdezzem, jutottál-e valamire a dakotával? Bívül hosszú szünet után sem válaszolt, az agya zakatolt. Ugye nem zavartalak meg semmiben, Harry? Nézd, Helen, most dolgom van, felelte Kurtán. Tudunk később beszélni? A vonal túlsó végén csend volt. Vívő biztosra vette, hogy a lány megsértődött udvariatlansága miatt, és ez bántotta őt is. De Récsől él, és e pillanatban semmi másra nem tudott gondolni. Sajnálom, rosszkor hívtál. Persze, értem. Viszlát, Harry. A vonal megszakadt. Próbálta összeszedni magát, amikor Meyers bejött. Az emberek elkészültek, uram, és mindenkit bevonunk, aki segítségünkre lehet a keresésben. A rendőrök elmennek a város minden szállodájába és szálláshelyére, és figyelmeztették őket, hogy legyenek rendkívül óvatosak. A pár nem mehetett messzire. Átfésüljük Alexet, amíg rájuk nem találunk. A százados magabiztosnak hangzott, de vívő tudta, hogy nem lesz könnyű. Egyiptum második legnagyobb városa tele volt mindenféle nemzetiségű menekülttel. Kajróhoz hasonlóan százával akadtak olcsó hotelek és szálláshelyek, amelyek nem törődtek a vendégek nyilvántartásával. Napokba telik, amíg valamennyit alaposan átkutatják. Van valami hírszanszon a lezredesről? Még mindig a kórházban ápolják, a százados kinézett a teherautóra felmászó utolsó emberre. Azt hiszem, indulnom kell. Csatlakozik hozzánk, uram? Amint benéztem a kórházba. Ha valami előbukkan, rádión azonnal lépjen velem kapcsolatba. A százados tisztelgett, megfordult és elindult. Vévő utána szólt. Még valami, uram? Próbálja meg élve elkapni a párt. Adja ezt át az embereinek. A százados meglepődve nézett. Nem biztos, hogy ez a legokosabb, különösen azután, ami történt. Hallotta, amit mondtam. Élve, ha egyáltalán lehetséges. Tegyenek számukra mindent lehetővé, hogy megadhassák magukat. Ez parancs. A százados a homlokát ráncolta. Megkérdezhetem, miért, uram? Megvan az oka, felelte egyszerűen vívöl. Megteszek mindent, amit tudok, mondta komoran a százados. De már megöltek két tisztet, nem beszélve a másik három sebesültről. Ha rosszul alakul, nem kockáztathatom az embereim életét. A francia kórház baleseti rendelőjében senki más nem volt, csak Sanson, akit egy orvos és egy ápolónő látott el egy kis főkében. Vívőr megvárta, amíg végeznek. Amikor Sanson előbukkant a függöny mögül, a jobb keze vastagon be volt kötözve. Az alezredes sápat volt. Hogy érzi magát? Sanson elővette egy csomag cigarettát, nehézkesen rágyújtott. Mint Boris Karloffa mumia szerepében. De az ujjaim épek, és az is valami. Végig mérte Vívört. Beszélnünk kell valahol kettesben. A fehérre meszelt veranda felé biccentett, amelyen néhány fapad állt, majd elindult kifelé. Leültek, Sanson a szemébe nézett. Maga ismeri a párt az állomásról, ugye Weaver? Sápadtan felelt. Honnan tudja? Sanson előhúzott egy cigarettát. Az alcukra volt írva. Mindhárman úgy néztek, mintha a holtából feltámadt lázát látták volna. Ráadásul a férfi azt mondta, ismeri magát. Ezt hogy érti? Sanson elmagyarázta. Azt hiszem, jobban tenné, ha elmondaná, mi a fene ez Weaver. Elmesélte, honnan ismeri Haldert és Récsült. Pár percbe beletelt, amíg mindent elmagyarázott, Sanson pedig csak ült, nem mutatott érzelmeket, amíg a végére nem ért. Aztán az angol felállt és sóhajtott. Puszta véletlen. Aldar jelenléte olyan véletlen, amit meg tudok érteni. Folyékonyan beszél arabul, ismeri egyiptomot. Anyanyelvi szinten beszél angolul is, láthatóan nem okoz gondot neki egy brit tiszt megszemélyesítése, és lefogadom, hogy az amerikai kiejtése is hibátlan. Valószínűleg az Abwehr embere, vagy valamelyik különleges német kommandó tagja, így aligha meglepő, hogy belekeveredett. Igazából a lányhoz zavarba. Végig gondolva, amit most maga elmesélt, nem is élhetne. Magam sem értem vívőr megrázta a fejét, teljesen meg volt zavarodva sehogy nem áll össze Mi volt az elsüllyedt hajó neve Izmir. És teljesen biztos benne, hogy ugyanaz a nő? Teljesen. Ellenőriztetem az Izmir történetét. Felszínesen nézve nagyon valószínűtlennek tetszik, hogy valaki zsidó létére a németeket segítse, ha csak nem kényszerítik rá. De mindig van másik lehetőség. Micsoda? Nem az volt, akinek először mondta magát. A német zsidó dolog csak álca, mindvégig a náciknak dolgozott, és talán a maga Halder barátja is. Vívő dühösen szólalt meg. Nézze, Sanson, én nem tudom, mi a fene folyik itt, vagy hogy mibe keveredtek ezek ketten. Egy dolgot azonban biztosan tudok. Rachel Stern és családja egyértelműen náci ellenes volt. Samson a verandára hajította a cigarettáját, és a cipőjével eltaposta. Hadd mondjak valamit, Weaver. Mielőtt kitölt a háború, a katonai rendőrség és az egyiptomi rendőrség megfigyelt mindenkit, akit azzal gyanúsítottak, hogy külföldi kém vagy ügynök. A németek szép számmal küldték ide hírszerzőiket, akik turistának vagy nemzetközi kereskedőnek, esetleg régész szakértőnek adták ki magukat. Kipuhatolták, az egyiptomiak között kirokon szervezik a fasisztákkal, és későbbi használatra értékes kapcsolatokat teremtettek. Az okok nyilvánvalóak. Tudták, hogy Észak-Afrika része lesz a jövőbeni konfliktusnak, hiszen rajta vezet át az út a közel-keleti olajmezőkhöz, tehát ez szükségszerű. Az olaszok ugyanezt a hírszerző játékot játszották. Egy sereg álcázott amerikai is tevékenykedett itt, a maguk külügyminisztériumának dolgoztak. Vívőr a fejét csóválta. Ki van zárva, hogy Jack Halder vagy Rachel Stern kém lett volna, ezt az életembe lefogadom. A maga helyében nem tenném. Addig nem, amíg ki nem derítjük, tudott-e a rendőrség bármit is róluk akkoriban. Mindannyian jól őrizhetjük a titkainkat, ha a szükség úgy diktálja. És a maga Halder barátja ügyes embernek látszik. Jó bánik a fegyverrel, folyékonyan beszél több nyelven, és öl, ha kell. Életveszélyes kombináció. De legalább tudjuk, kivel állunk szemben. Nem hiszem el, hogy Halder ölte meg hidegvérrel azokat a tiszteket. Valaki megtette, és komolyan meg akarom találni őket. Haldernek és a nőnek lehetnek társai, de eddig erre nincs bizonyíték. És az kétségtelen, hogy ellenséges ügynökök. Sanson felállt, gyorsan megkérdezte. Mi van a kutatással? Weaver elmondta. Sanson egy pillanatig eltöprengett. Jól teszik, ha minden templomot, menedék és bordét is átkutatnak. Semmit nem vetnék el, mint lehetséges menedéket. Ha teljesen fel is kell túrnunk a várost, el fogjuk csípni őket. Weaver letörölte a homlokáról a verítéket. Sanson odalépett, megérintette a homlokát és a szemébe nézett. Magas az adrenalin szintje, mint egy nyavajás uzsorásnak, Szüksége van valami nyugtató injekcióra. Rendbe jövök. Nem jön vívőr. Nagy megrázkodtatás érte. Sanson indulni készült. Előkerítem az orvost. Mi lesz, ha megtaláljuk őket? Sanson hátra nézett. Szerintem maga már tudja a választ. Lehet, hogy valamikor a barátai voltak, de most ellenségek és vér tapad a kezükhöz. Mérföldes hosszúságú a vádak listája. Provokatőrök, brit tisztnek adta ki magát, nem említve két másik tiszt megölését, hármat megsebesített és ellenszegült a letartóztatásnak. Biztosan van még egy csomó, amit a katonai bíróság rájuk tud sütni. És csak Isten tudja, mit terveztek, mielőtt a nyomukba vetettük magunkat. Sanson megrázta a fejét. Nézzünk szembe a dolgokkal vívőr. Még ha feltételezzük is, hogy nem öljük meg őket előbb, és éve elkapjuk őket, nagyon kiár nekik a hóhér kötele. Olyan magasra kötik fel őket, hogy nem érik el a dögebők. Ezt megígérhetem magának. 44. fejezet Alexandria, 15 óra A szoba a legfelső emeleten volt. Két személyes rézágy állt benne tiszta pamut ágyneművel, és az onnan nyíló parányi fődőszobában megtalálták a friss tűrőközők luxusát. Magas, sötétítővel fedett ablakok nyíltak az épület hátsó részére, kőburkolatú magánkert terült el odalent, kiegészítve néhány fügefával, valamilyen melléképülettel és íves, kovácsolt vas kapuval, amely keskeny mellék utcára nyílt. Az utcát olcsó szállodák és további bordélyok szegélyezték. Pont szemben kis kávézó működött, rozog a nádasztalok és székek a járdán. Az arab vendégek vízipipát szívtak. Miután Madame Piru kiment, Halder kulcsra zárta az ajtót és kinyitotta az ablaktáblákat. Még nem köszöntött be az este, de az utcák már forgalmasak voltak, katonák és civilek bolyongtak a piros lámpás negyedben. Rálátott több szemközti épület bejáratára, nyitott ablakára, és észrevett egy pár utcalányt, amint vendégeket vezetnek a szobájukba. – Komolyan úgy gondolod, hogy itt biztonságos? – kérdezte A Amennyire lehet. Reménykedjünk, hogy Harry és a barátai kellő távolságban maradnak. Továbbra is a történteken gondolkodom, hogy ilyen körülmények között látom őt újra. Én igyekszem nem gondolni erre. Őszintén szóval, most ez eléggé nyugtalanító. Már pedig meg kell őriznünk a lelki erőnket. Becsukta a sötétítőket, és kinyitotta a jégbehűtött pesgőt, olcsó egyiptomi fajtát, és a madám által tálcán hagyott három puhárból kettő töltött. Gomormosolja átnyújtotta az egyiket Récsőnek. Nem éppen márkás ital, de élvezd, amíg élvezheted. Récső szomjasan belekortyolt a magáéba, és kimerülten hátra az ágyra. Sosem gondoltam volna, hogy így fogok örülni egy ágynak egy bordéban. Az a kérdés, hogyan kerüljük el az óhatatlan zavart, ha megjön az ifjú hölgy. Récső picit elmosődött, és Halder megkérdezte. Mi a baj? Hogyan tudtál komoly maradni a madám előtt? Rólam mondtad, de te vagy az, aki határozottan pályát tévesztett, színésznek kellett volna lenned. Nem csoda, hogy Schellenberg barátod téged választott. Nem a barátom, és semmilyen szívességet nem tett nekem, de örülök, hogy a téfás oldaláról látod. Még nem mesélted el, honnan tudtál erről a helyről? Ha egy hónapig álcázva itt élsz, hallasz bizonyos szalonok hírnevéről, köztük Madame Pirouéról is. De legyünk komolyak. Bármelyik pillanatban beállíthat egy lány. Ha ez múlik, mentsük a bőrünket. Halder megdöbbent. Komolyan beszélsz? Rosszabb dolgokat is el tudok képzelni, ha ez megóv attól, hogy elfogjanak. De te biztosan kiagyalsz valamit. Récsül lecsusszant az ágyról, Beletúlt a hajába, és a megrőkönyödött Halder mellett bevonult a fődőszobába. Szükségem van meleg fürdőre és átöltözöm. És javaslom, te is tedd ezt, amíg megteheted. Kopogtak az ajtón, Halder megmerevedett. Újabb kopogás, récsol hirtelen elkomolyodott. Jobb volna, ha kinyitnád. Halder az ajtóhoz lépett, és amikor kinyitotta, gyönyörű, csokoládébarna arabnő állt ott. A madámnak igaza volt, egészen szép volt korom fekete hajával és sötét barna szemével. Halderre mosolygott, aztán a válla fölött récsőre nézett. – Monsieur, madám, a nevem Szafa. Halder tétovázott, nem tudta, mit tegyen, de a lány maga biztosan bejött a szobába, és becsukta az ajtót. Hárembe illő nadrágot és mély kivágású felső részt viselt, amely bőségesen látni engedte nagy keblét, és ahogy récsőre pillantott, világossá vált, milyen irányúak a hajlamai. Biztos abban, hogy nem fognak bennünket zavarni? kérdezte Halder. Szafarra vaszul mosolygott. Persze, a szoba mindaddig a miénk, amíg óhajtja. Játékosan végigfuttatta ujjait Halder kabátja hajtókáján, de tekintete éhesen récsőre vetődött. A madám mondta, hogy különleges kívánságaik vannak. Azért vagyok itt, hogy mindkettőjüket kielégítsem. Erre igazán nem lesz szükség. Felelte Halder. Tessék? Hol a madám? Az irodájában szundikál. Miért? Van itt valamilyen hátsó kiárat? Arra az esetre, ha egy vendég észrevétlenül akar kicsusszanni. A nő tanácslanul nézett. Van. Miért kérdezi? Halder elővette a tárcáját, és bőkezűen egy köteg bankjegyet nyújtott át. Óránként öt fontban állapodtunk meg. Adok egy százast, hogy éjfélig eltűnjön, és egyetlen szót se szóljon róla sem a madámnak, sem a többi lánynak. Ezúttal a szafa teljesen megdöbbent. Halder folytatta. Itt létünk könnyen megmagyarázható. Megpróbálunk elmenekülni egy amerikai hírszerző tiszt elől, aki dühös és elszánt ember, és nem tetszik neki a gondolat, hogy a feleségének viszonya van. Ma délután érkeztünk Kajróból, de a nyomunkban van, és kénytelenek voltunk elszökni a szállodánkból. Lefogadhatja, hogy a környék minden szállodáját és szálláshelyét átkutatja, ezért menedéket kellett találnunk estig, amikor biztonságban elhagyhatjuk a várost. Halder elbűvölően mosolygott. A madám részéről nyilván félreértés történt, amiben mi készségesen belementünk. Amikor ilyen kényes ügyekre kerül sor, bősnek tartjuk, ha keveset beszélünk. Biztosan megérti. Hogy a nő érti-e vagy sem, nem számított. Szafa kapzsünk kikapta Halder ujjai közül a pénzt, begyűrte a melle közé, és egyetértően mosolygott. Ahogy akarja, monször, Kajró, 17 óra. Dékön az utóbbi tíz percben harmadik brandyét nyelte le. Éppen visszatért a fáró kertjéből. A teraszon senki nem volt, aki a legkisebb mértékben úgy nézett ki, mintha kapcsolatot akarna teremteni. Akkor vége? kérdezte Hassan. Ha körbevették a várost, nekik végük. Teljes az űzavar, mondta keserűen Dékön. Ezután a katasztrófa után ez lehet az utolsó szög a kopolsóba. Letette a poharát, íróasztaláról fölvett egy papírt. Elhajtott a villához, majd a pakad csomagtartójában rejtőző hasszánnal visszautazott a lakóhajóhoz. Szerencsére nem állították meg egyetlen ellenőrző pontnál sem. Ahhoz, amit a fejében forgatott, szüksége volt hasszára. De mi még nem végeztünk, Kopogtak az ajtón, izgatottan belépett az inasa. Dékön kifakadt. Azt hiszem, megmondtam, nem akarom, hogy zavarjanak. Bocsánat, Effendi, de egy úr jött önhöz csónakon néhány férfival, Salter a neve. ki kikukucskált a kabinablakon. Odakint besötétedett, de kicsit főjebb motócsónakot látott kikötve, a fedélzetén Salter párcsatlósával. csatlósával. Hassán odalépett. Mit keresít? Ha a gazember nem óvatos, ítéletet mondunk felette. Abban a pillanatban kivágódott az ajtó, belépett Salter, nyomában Kostas Demiris. Szevasz, Hervé! Salter lassan átment a szobán, fölvette az íróasztalról a brandis palackot, megvizsgálta a címkét. 36-os Hennessy! Látom, jól élsz! Szomjan kell az embernek halnia, mielőtt itallal kínálnák! Hagy magunkra! Szólt Dékön hirtelen az inashoz, és amikor az kiment, Salterre bámult. Mit keresel itt? Nem kell megsértődni. Az általad rendelt teherautókról van szó, és van pár dolog, amit meg kell beszélnünk. Azt hittem, ezen már túl vagyunk. Salter vigyorogva lépett az italos szekrényhez, talált egy poharat, aztán visszajött, és bőkezően töltött magának a brandiből. Nem igazán, de erre majd mindjárt rátérünk. Van három amerikai teherautóm, ahogy ígértem, és mindegyikhez megvannak a megfelelő iratok. Salter kortyolt a poharából, és fülemelte a tekintetét. Mi a baj? Nem látszó túl elégedetnek. Ha a tárgyra térnél, és aztán elmennél, hálás lennék. Egy dolog, ha sötétedés után az egyik magánszobában a rulettasztalnál játszol, de ha valaki látott feljönni a fedélzetre, azt kockáztatom, hogy ide látogat a katonai rendőrség. Nyugi, biztonságban vagy. Senki nem látott, erről gondoskodtam. Salter újra töltötte a poharát, megkavarta a sárgás italt. A cucc holnap délután a raktárban lesz, szállításra készen. Helyes, szólt határozottan Dékön. Megpróbálhatnál kicsit lelkesebben beszélni, Ugye nem forgatod a fejedben, hogy visszatáncolsz, Hervi? Üzletet kötöttünk, meg foglak fizetni. Na, miről akartál még beszélni? Salter odabit a társa felé. Mondd el neki, Kostasz! Nagyon buzgó volt mostanában, Mr. Dékön. Utazás gizekbe, majd arra a repülőtérre. Eltűnődtünk rajta, hová tegyük az egészet. Dékön tisztában volt vele, hogy az arcából kifutott a vér, Idiótának érezte magát. Sietségében megfeledkezett a legalapvetőbb szabályról, mindig fedezd a hátadat. Alig tudta visszafogni dühét, amikor Salterre nézett. Követtél! Gyorsan kapcsolsz, méhervi! Mondd meg nekik, osztasz, mit derítettünk még ki? A repülőtér a királyi egyiptomi légierőjé. Néha használják, amikor a kormány régészeti hivatala valamilyen értékes leletet akar kajróba szállítani, amit a délen folyó hivatalos ásatásokon tárnak fel. Legutóbb, amint hallottam, egy hónapja jött azon keresztül valamilyen cucc az egyiptomi múzeumnak. Arany és értéktárgyak egy sírból, amelyen a királyok völgyében dolgoznak. Csupa felbecsülhetetlen érték. Salter gonosz vigyorral tette le üres poharát. Érdekes, nem gondolod, Hervi? Az ilyen kincsek szép kis pénzt hoznak a magángyűjtőktől, ha véget ér a háború. Egy életre rendbe hozhat egy embert. Ugye nem tudsz véletlenül egy hamarosan esedékes újabb küldeményről, öreg fiú? Tanulmányozta aztán vállat vont. Az amerikai teherautókat nem értem. Arra gondoltam, hogy az egyiptomi katonaság vagy a légierő sokkal érthetőbb volna. Ez és a kis gizehi utad az, amit nem értek. Dík egyet. Azt hiszem, alaposan félreérted a helyzetet, Reggie. Komolyan így gondolom. Szerintem nem, havel cseppet sem. Úgy gondolom, a barátaid valami rosszban sántikálnak, például valami felbecsülhetetlen értékű kincsre csapnak le a repülőtéren, vagy ehhez hasonló finomság. És szeretném pontosan tudni, mit forgatnak a fejükben. Akkor sem mondhatnám meg, ha tudnám. Salter közelebb lépett. Az egyik ujját fenyegetőn Díkön mellének bögte. Ne próbálkozz velem, Díkön, nem működik. Bármiben mesterkedsz is, azt hiszem, többet ér három lepedőnél. Tíz százalékot akarok belőle. Ennek fejében ingyen megkapod a járműveket és az egyenruhákat, és hozzá még extra izomerőt, ha kell, tőlem és a fiúktól. Mondtam már, díkün beszélni kezdett, de Salter visszakézből pofoncsapta. Ne szórakozz velem, nincs hozzá türelmem. Tudni akarom, miben sántikálnak a haverjaid. Hassan pillanat alatt fölpattant a székéből, és előkapta a kését, de Salter gyorsabb volt. Kirántotta a hóna alatti tokjából Browningját, és Hassan arcába célzott vele. Csak próbáld meg, napsugaram, és olyan koroljukat csinálok a képedbe, hogy egy teve is átfér rajta. Na, haízd el a pengét, vagy a főnöködnek új szőnyegre lesz szüksége. Hassan nem mozdult. Nem kérem újra, figyelmeztette Salter. Dobd el a kést, mondta Dékön. Hassan engedelmeskedett. Megvillant Salter ökle, belevágott Hassan arcába, aki hátra esett, elerett az orra vére. Salter fölvette a kést. Ha még egyszer fenyegetsz, te kurva arab, megfaraglak. Elhajította a kést, Megfordult, és Deacon orrához érintette a Browningot. Beszélj a barátaiddal! Magyarázd el a helyzetet! Bíd rá őket, hogy legyen eszük! Bármit meg tudok szerezni, amire szükségük van, hogy sikerüljön nekik, és komolyan mondom, hogy bármit, eszközöket, egyenruhákat, embereket csak szóljál. Holnap estére tudni akarom, hányadán állunk. Salter mosolyogva tette el a fegyvert. Bízzál bennem, Hervi, ez mindannyiunk javára válhat. Mindenkinek takaros nyereség jut. Díkönöm ellén zsebéből zsebkendőt vett elő, és megtörölte az arcát. Szemét gazember vagy salter. Tudod, egész nap ez a legszebb, amit bárki mondott nekem. Salter visszatette a tokba a Browningot, vigyorgott, és megpaskolta Díkön arcát. Nincs harag, herv, de ez üzlet. És egy jó tanács. Vedd rá a barátaidat, hogy menjenek bele a játékba, és akkor megígérhetem, hogy minden cuki lesz. De ha megpróbáltok kihagyni ebből a buliból, én szögelem rád a kopolsó fedelet. És ne hidd, hogy a barátaid nagyon örülnének, ha a rendőrség fülest kapna, hogy figyeljék a repülőteret. Vetted az adást? Majd látjuk egymást. Amikor Salter és a görög elment, Hassán a padlóra köpött, és letörölte az orráról a vért fölvette a kését, és Deaconra nézett. Legközelebb megölöm, és a görögöt is. Deacon nagy pohár Brandy töltött magának. Felejtsd el, most ennél nagyobb gondjaink is vannak. És vigyáznod kell, mikor hadonászol azzal a fogpiszkálóval. Salter az a fajta faszi, aki nem szereti a legkisebb fenyegetést sem. Az asztalán lévő papírból letépett egy darabot, és ráfirkált egy címet. Ahogy a dolgok állnak, nem kellenek nekünk salter teherautói, és ez nem fog neki tetszeni. Még ha fizetek is a gazembernek, azt hiszi, át akarom ejteni, de emiatt ráérünk később aggódni. Odadobta a pakart kulcsait. Most fogd a kocsim, autózz el Alexbe, amilyen gyorsan csak tudsz. Hassan összevonta a szemöldökét. Azt mondtad, hemzseg a katonáktól és a rendőröktől. Téged senki sem fogod keresni. Másfelől senki sem ismer rád ezzel az álcával. Nincs szakállad, és te magad mondtad, hogy a szállóban senki nem nézett meg alaposabban. Díkün odaadta neki a papírfecnit. Menj el erre a címre, és beszélj szadek felügyelővel, és ügyelj, hogy Salter egyik emberese kövessen. Hassan úgy nézett Díkönre, mintha az megőrült volna. Rendőr! Nyugdíjas rendőr, náci szimpatizáns. Muszáj tudnunk, elfogták-e a barátainkat. Tájékoztatnom kell Berlint, amikor ma este adásom lesz. Szadek ki fogja tudni deríteni. Ha minden reménytelennek látszik, a lehető leggyorsabban hajts Rasidba, és mondd meg az unokatestvérednek, hogy szabaduljon meg a csónaktól, nincs rá szükség, hogy ott ringatózzék a folyón. Parányi nyomot sem akarok, ami elvezethet hozzánk, ha esetleg elkapnák és kihallgatnák a barátainkat, és ők beszélnének a menekülési útvonalról. Nem tudott telefonon felhívni a felügyelőt? Nincs telefonja, amióta nyugdíjba vonult. Ha Szadek nincs otthon, kérd meg a feleségét, hogy lépjen vele kapcsolatba, de mindenképpen találd meg, és mondd neki, hogy én küldtelek. Ha vonakodik segíteni, ved rá, hogy hívjon föl engem telefonon, és akkor majd innen elintézem. Aztán a homlokát ráncolta. És te mit csinálsz? Ismét elmegyek a kávézóhoz, ha valami csoda folytán mégis felbukkannának a kapcsolataink. 45. fejezet Alexandria, 16 óra Gabriel Piru meghallotta, hogy kopognak az ajtaján. A magán irodájaként szolgáló hátsó szobában volt a földszinten, a vállára vetett régi kardigánban, felhúzott lábbal nyújtózott a heverőn, közben egy dobozból csokoládét szedegetett elő, és uszkárját etette. Tessék! Szafa jött be. Jó valakinek! Egy kötekbank jegyet vetett az asztalra. Gabriel összehúzott szemmel nézett rá. Mi az? Szafa vette egy csokoládét, és betette a szájába. A része! A pár odafent nem akart játszadozni. Kiderült, hogy félreértés történt. Kár, a nő jól nézett ki. Elmagyarázta a helyzetet. A férfi adott ötven fontot, hogy éjfélig tűnjek el. Szóval kicsit pihentetem a hátamat, kiveszem szabadnak a délutánomat, és elmegyek vásárolni. Gabriel felült. Mit gondolsz, a pár kóser? Érdekel bennünket? Gabriel fintorgott, majd vállat vont. Ez nem hangzott jól, mégis azt hiszem, ez is pénz. Begyömöszölte a kardigányába a bankjegyköteget, és szafára nézett. A a biztosan többet kapott de most ennyiben hagyta, majd távozásuk előtt ellenőrzi a párnál. Megszólalt az íróasztalon a telefon, odaszólt Szafának. Légy új, drága, vedd fel, séri! Szafa fölvette a kagylót. Madame Pirus alonja, hallgatott. Egy pillanat, befogta a mikrofont. Valaki egy tisztet keres, azt mondja, az imént jött, Green századost, azt mondja sürgős. Ki az? Az irodájából a parancsnokságról. Mond nekik, hogy előkeríted a századost sóhajtott Gabriel. Szafa beszélt, majd betette. Ezután lelépek. Kiment, Gabriel ott ült a fenti párra gondolt. Az volt az érzése, valami furcsa van bennük. Valami idegesség azt sugalta, hogy semmi nem az, aminek látszik. Néhány perc múlva lépteket hallott kintről, majd kopogtak az ajtón. Bejött egy férfi, vörös arccal gyűrte be az ingét. Ó, kaptejn! Sürgős telefonja volt, azt hiszem a parancsnokságról. Honnan a fészkes fenéből tudták, hogy itt vagyok? Gabriel mosolygott. Istenhez hasonlóan a hadsereg is talányosan működik. Magára hagyom. Perszekkel később kint volt a folyosón, a virágokat igazgatta egy vázában. Amikor a tiszt kijött a szobájából, mérgesnek látszott. Gondok, Captain? Mondjuk. Kutatás folyik, vissza kell mennem a laktanyába. Úgy tűnik, ellenséges pár járkál szabadon. A Ramlech állomás előtt megsebesítették három emberünket. El tudja képzelni? Éppen, amikor az ember jól érzi magát. Rohadt tapintatlan bagás, ezek a németek. Egy másodpercig nem fogta fel az információt, aztán Gabriel felvonta a szemöldökét. Németeket mondott? Egy férfi és egy nő, ahogy hallom, veszedelmes pár. 16 óra 15 perc Halder az ágyon feküdt, cigarettázott és a bédekert tanulmányozta, amikor Récsöl kijött a fűdőszobából. A haja nedves volt, a testére tülőközött tekert. Legalább van forró víz, és a szappan igazi. Akarsz fürödni? Hadd el csak nézte az alakját, hosszú lábát, finom vonalú nyakát, Mellének lágy emelkedését a tűrőköző alatt. – Mi baj van? – kérdezte Récső. A lány arcába nézett. – Semmi. Félredobta az uti könyvet, leszállt az ágyról, elnyomta a cigarettáját, és a lány mellett bement a fürdőszobába. Fűdővizet engedett, miközben megborot válkozott, majd tíz perccel később kijött egy törőközőt viselve. Kivett a dobozból egy másik cigarettát, rossz kedvűen megnyomogatta, és nekidőlt a fűdőszoba ajtajának. Récsül az ágyon ült, még a haját szárogatta, Észrevette, hogy a férfi őt bámulja. – Miért nézel így? – Halder rágyújtott, lassan szívta le a füstöt. – Valami olyan más benned. Valami, amit négy év után az első találkozásunkkor megéreztem. – Azóta próbálok rájönni, mi az? – Most tudom. Récsöl abba hagyta a haja törölgetését. – És mi? – van benned valami keménység, amire nem emlékeztem. Más nő lettél. Récsül elfordult, képtelen volt állni a tekintetét, végzett a haja szárítgatásával, letette a nedves törőközőt. Halder folytatta. Ugyanakkor feltételezem, hogy a táborban eltöltött négy év nem tudott téged sem megtörni, sem erősebbé tenni. Hagyta a szavait a levegőben lógni. Láttam az arc kifejezésedet, amikor újból megpillantottad Herrit. Kettőnk közül ő volt az, akit igazán szerettél, ugye? Ezúttal Rachel visszanézett rá. Megdöbbenést láttál, semmi többet? És közömbös, hogyan éreztem Herri iránt? Haldásó sóhajtott, ellépett az ajtótól, és kilesett a függönyön át. Az utca túloldalán minden ablak és sötétítő tábla csukva volt, de lent, a mellékutcában, a kávézóban még folyt az élet. Hagyta lehullani a függönyt. Azt hiszem, bizonyos értelemben igazad van. Az emberi élet a háború nyersanyaga. És az, hogy mi ketten élünk-e, vagy halunk, valójában nem számít. Nekem azonban számít. Miért? mert még mindig szerelmes vagyok beléd. Mindig is az voltam. Récsöl nem felelt. Maga köré fonta a karját, mintha a hideg elől akarna menekülni, aztán leült az ágyra. Halder felé nézett. Mondhatok valamit? Amikor meghalt a feleségem, az egyedüli, ami életben tartott ebben az eszement világban, a fiam volt. De gyakran előfordult, hogy rád gondoltam. Eltűnődtem, mi lett belőled, élsz-e, vagy meghaltál? Talán az volt a helyzet, abban reménykedtem, hogy egy napon ismét találkozunk, és lesz hozzám elszem, hogy elmondjam neked, hogyan érzek. Elnyomta a cigarettáját, hirtelen elkomorodott. Ami a fiamat illeti, kétlem, hogy valaha viszont látom Paulit. Csak annyit tudok, mostanra talán már halott. Bánatosan szólt a hangja, hirtelen elszállt minden bátorsága, elfordult, teljesen összetörtnek látszott. Récsől fölállt, odament hozzá, a vállára tette a kezét. Nem adhatod most fel, Jack, egyszerűen nem teheted. Te ezt nem érted. Ebből nincs kiút. És nincs értelme mást színlelni. Nem, együtt megtaláljuk az utat. Nem adok magunknak esélyt a történtek után. Mindkét kezét a férfi vállára tette. Nézz rám, Jack! Megcsináljuk! hinnet kell benne! Halder mélyet sóhajtott, összeszedte magát. Igazad van, ne haragudj! Még mindig törődsz Harryvel, ugye? Annak ellenére, hogy ellentétes oldalon álltok. Amikor az állomás előtt ráfogtad a fegyveredet, Átvillomt egy pillanatra a fejedben, hogy esetleg le kell lőnöd? Persze, csak hogy tudtam, nem leszek képes megtenni. Halder összerászkódott. De nyugtalanít a gondolat, hogy eljuthatunk oda, amikor szembe kell néznünk egymással a ravaszra szorított ujjakkal. Tudja-e bármelyikünk, hogyan viselkedünk ilyen kétségbejtő helyzetben? De egy dolgot tudok. Ha arra kerülne a sor hogy a túlélés érdekében meg kellene ölnöm Herrit, alaposan végig kellene gondolnom. Megölni a legjobb barátodat, aki mintha a testvéred lett volna, nem az a helyzet, amivel az ember szembe akar kerülni. Récsöl tétovázott, a férfi arcába nézett. Amit mondtál az első találkozásunkról? Komolyan mondtad, hogy olyan volt, mint a villám Minden szót, de mint mondtam, Harry is szeretett téged. És túlságosan törődtem azzal, nehogy tönkre tegyek egy barátságot, ha én teszem az első lépést, és elmondom, hogyan éreztem. Ezért beszéltünk veled mindketten a verandán azon az éjjelen, és ezért kérdeztük tőled, szereted-e valamelyikünket. Ügyet csináltunk belőle, hogy felrek legyünk egymáshoz, hagyjuk, hogy te hozd meg a döntést. De elmentél, és mindennek vége szakadt. Csak hogy bennem semmi nem változott, még mindig ugyanúgy érzek. Ismered a mondást. Összetörheted a vázát, de a virágillat sosem tűnik el teljesen. A lány szemébe nézett. És te? Szeretted valamelyikünket akkor? Mondd meg az igazat. Récső habozott, nem felelt. Majdnem elsírta magát az arca csupa zavar volt, aztán ujjával végig simított Halder ajkán. Most csak kis időre boldog akarok lenni ebben a megőrült világban. Csókolj meg, Jack! A lányra nézett. Magányos köntsebb gördült le Rachel arcán. Halder szeme csillogott, tele volt nyers, erős vágyakozással, hevesen szájon csókolta. A lány viszonozta, ő pedig lehúzta a törülközőt, feltárta a testét, a keze a nyakára simult, végigfutott a fülcimpáján, a vállán, majd a mellére tévedt, végigfutott a combján, a lába között. Récső felkiáltott a gyönyörtől, viszonozta a simogatást, ujjai végig szaladtak lapos, izmos hasán, megmarkolta és simogatta merev férfiasságát. Aztán Halder nem bírta tovább. Felkapta Récsőt, és az ágyhoz vitte. Ott feküdtek, simogatták, csókolgatták egymást, vad, önfeled gyengétséggel, míg végül, érezve, hogy a férfi készen áll, Récső megmozdult, halder fölé gördült, széttálta a combját, és magába vezette a férfit. 46. fejezet 19 óra 15 perc Eddig elfogtunk egy pár dezer tört, egy körözött arab bűnözőt és két németet. Az Alexből Kajróba vezető főút szüntelenül dudáló, dühös sofőröktől volt zajos. Személy és teherautók tolattak mindkét irányba, vívőr pedig csak állt és nézte a forgalmat feltartóztató katonákat semmit nem volt szabad figyelmen kívül hagyni. Még a városba befelé tartó járműveket is ellenőrizték, arra az esetre, ha Haldernek és Récsölnek olyan büntásai lennének, akiknek sikerült megúszniuk a sivatagi keresést, és megpróbálhatnak eljutni Alexbe. Vívőr öt perccel korábban érkezett a régi ellenőrzőponthoz, amelyet akkor használtak a városba tartó forgalom ellenőrzésére, amikor az Afrika Korps támadásban volt. A sofőröket kiszállították a járműveikből, amelyeket gondosan átkutattak, utasaik iratait alaposan ellenőrizték. A korlátok mögötti fényszórók megvilágították a környéket. Weaver terhelten, a álló Meyersre nézett. Miféle németeket? A százados félig elmosolyodott. A kapituláció előtt Rommel néhány legénye elásta egyenruháját, és átjött a vonalaink mögé. Páron még errefelé vannak közülük. Vagy arab barátnőik vannak, akiket nem akartak itt hagyni, vagy nem volt ínyükre egyenruhában maradva kockáztatni az életüket. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy néhány olyan is lapít a környéken, akit még nem sikerült bekerítenünk. Ki az a kettő, akit elkaptak? Az egyik alig nőtt ki a tinikorból. Nyolc hónappal ezelőtti dezertálása óta egy keresztény templomban rejtőzött. A másik alak katonai szakács volt, a Wehrmacht őrmestere. melyhez ismét elmosolyodott. Kiderült, hogy arab étteremben dolgozott, magasabb rangú tisztjeink egyik kedvenc törzsein. A gazember rengeteget megmérgezhetett volna közülük, ha akarta volna. Egészen biztos benne, hogy dezertőrök, nem pedig ellenséges ügynökök? Igen, Személyesen hallgattam ki őket, uram. Ellenérizték a meséjüket. Vívőr a sötétbe borult út felé nézett. A forgalom feltorlódott, a sötétség leszálltával bekapcsolták a fényszórókat, őrjítően harsogtak a dudák, miközben a forgalom csiga tempóban araszolt a korlátok felé. Katonai motorosok robogtak fel alá a két sáv mellett, a kajróba vivő sivatagi út percről percre sötétebbé vált. Még több duda szólalt meg, az alkony dühött kiáltozások töltötték be. Kezdenek nagyon türelmetlenek lenni, jegyezte meg Meyers. Kemény ügy, a korlátok felé indult. Nézzük, hogyan dolgoznak a fiúk. Tizenkilenc óra 20 perc. Az úton felfordulás uralkodott, amikor Hassan beült a pakartba. Két óra alatt ért el Alex külvárosába, olyan gyorsan vezetett, ahogyan csak mert. Most egymásba ért a kocsik lökhárítója, beállt a száz méterekre nyúló sorba. A katonaság minden járművet átkutatott. Tudta, hogy ez azt jelenti, hogy még nem találták meg a németeket, vagy legalábbis nem mindegyiket. Az előtte lévő, dinnye szállítmánnyal megrakott teherautó előre arra szolgatott. Sebességbe tette a kocsit, és követte a sort. Az ellenőző korlátnál reflektor világított, és hirtelen belehasított a rémület. Meglátott két tisztet, az egyikük brit, a másik amerikai volt, a korlát felé lépkedtek. Az elől haladó amerikai az a hírszerző tiszt volt, aki be a lakásban belebotlott. Weaver. Hassán káronkodott, öklével a volánra csapott. Nem valószínű, hogy az amerikai elfelejteni annak az arcát, aki megpróbálta megölni, ráadásul közelről látták egymást. Megdőzsölte az állát. A sebhely nem tűnt el egészen, ami szükség esetén csak újabb bizonyíték vívőrnek, tehát fennállt a veszélye, hogy álcája ellenére felismerjék. Hassán erősen gondolkozni kezdett. Tudta, túl nagy a kockázat, azonnal döntésre jutott. El kell tűnnie. Kezdett kikanyarodni a sorból a pakardal, kész volt megfordulni és visszarobogni kajróba. Hirtelen utána robogott egy fegyveres katonai rendőr motoron, majd csikorogva megállt. Hé, maga, mit gondol, hová megy haver? Hassán vállat mondt. Túl lassan halad a forgalom, Fontos üzleti megbeszélésem van. Másik úton kell mennem. Nem valószínű, kutatás folyik. Bent marad a sorban, megértette? Igen, uram, hogy ne, uram! A katonai rendőr hátra nézett, majd elrobogott. Hassán ott ült, próbált nem kétségbe esni, de a szíve vadul dobogott. Ha menekülni próbál, azt kockáztatja, hogy lelövik mielőtt száz méterre jutna. Nem volt más választása, mint a sorban maradni. De ha vívőr felismeri, neki vége. Izzadt a kocsi párás hőségében, és végtelennek tűnő öt perccel később már csak egy kocsira volt a sor elejétől. Az előtte lévő teherautó előre gurult, hogy átkutassák, majd az egyik katona intett Hassánnak, hogy foglalja el annak a helyét. Ő következett. Még mindig a korlátnál látta vívőrt, csípőretett kézzel nézte a teherautó körül hemzsegő katonákat. De amikor Hassán előre gurult, az amerikai fölnézett és a pakadra merett. Hassán hátradőlt az árnyékba, és magában szitkozódott, nem volt benne biztos, felismerték-e. Nem volt menekvés. A kesztyű tartóba nyúlt, előhúzta elefáncsont nyelű kését. Tarik meghalt, az amerikainak meg kell fizetnie a tartozását. Hasszán érezte, ahogy felfakadt benne a düh. Elhatározta, hogy ha kell, megöli vívőt, és megpróbál elmenekülni. Ha át tudna törni a torlaszon, és Alex külvárosai felé menekülhetne, a pakard sokkal gyorsabb és nagyobb teljesítményű, mint a nyomába eredő bármely katonai jármű. A katona ismét intett neki. Gyerünk, pajtás! Gyorsan! Gyorsan! Hassán sebességbe kapcsolt, és néhány lépéssel előbbre gurult. 19 óra 20 perc. Vívőr kezdett elfáradni, türelmetlenkedett. Nézte, amint a tizedes egy egyiptomi teherautó sofőr személyi iratait vizsgálta, közben pedig egyik embere felmászott, hogy a fülkét ellenőrizze. Egy másik elemlámpával benézett a motorháztető alá, további kettő hátra mászott fel, hogy átkutassa a dinnye szállítmányt. Haldernek és Récsülnek valahol a városban kell lennie, de több, mint valószínű, hogy igyekeznek kijutni. Ennyi ellenőrző ponttal és a kutatással, vélekedett vívőr, nem menekülhetnek. Ösztöne azt súgta, valahol itt kell lenniük, valahol a hosszú sorban álló járművek között szökni próbálnak, valószínűleg áruhában, hamis iratokkal, ezért akart jelen lenni, hogy azonosítsa őket. És utána, vívön nem akart arra gondolni, ami utána következik. De legalább esélye lehet arra, hogy meggyőzze Haldert, adja meg magát békében, mielőtt valaki megsérül letörve sóhajtott, és hátranézett a városba belépése váró forgalomra. Nagy, sötét pakard volt a soron következő. Egy sorkatona intett a sofőrnek, haladjon előbbre a sorban, foglalja el a teherautó helyét, de a vezető tétovázott. Vívőr erőlködött, hogy lássa az autóban ülőt, de az hátrahajolt az árnyékba. A sorkatona ismét intett. Gyerünk, pajtás! Gyorsan, gyorsan! A pakard végre előre gurult, a sofőr arca még mindig rejtve volt. Weaver közelebb lépett az autóhoz, mert kicsit gyanúsnak találta. Hirtelen felbőgött egy motor. Weaver megpördült, látta, hogy egy jeep robog a város irányából a torlasz felé. Az útperemén hajtott, enyheszőkben megdőlt, a külső kerekek homokon futottak. Valaki megpróbálta megállítani. Kirántotta a pisztolyát, célozni készült, amikor az utasülésen felismerte Sansont. A dzsip csikorogva megállt, porfelhőt kavarva maga mögött. A majd majdnem lelőttem. Szálljon be, sürgette Sanson. Oda hívta Meyerset. Kövessen bennünket, és hozzon egy rádióst. Mi van? tudakolta a vívőr. Belebotlottunk valamibe. A rendőrség kapott egy fülest. A tenger közelében az egyik boldéban gyanús pár tartózkodik. Két osztagot útnak indítottam, hogy vegyék körbe a helyet, semmiképpen nem menekülhetnek. Ha rákapcsolunk, tíz percen belül ott lehetünk. Vívő bepattant a dzsip hátuljába, a kocsi megfordult és elrobogott. Hassan megkönnyebbülve felsóhajtott, amikor vívőr elsietett. Biztos volt benne, hogy észrevette az amerikai, de megmentette a brit tiszt érkezése. Ismerősnek tűnt, és Hasszánnak eszébe jutott, hol látta. Ő volt az egyike azoknak a férfiaknak, akik berontottak a lakásba, hogy megmentsék vívőrt. Ha mindketten részt vesznek a hajtóvadászatban, vajon mennyit tudnak? Ez még inkább aggasztotta Hassánt. Még valami beléhasított, az, ahogy ilyen rettenetesen sietve elhajtottak. Talán megtalálták a németeket? Hassán megnyalta a fogínyében a fogak üres helyét, eszébe jutott tarik, és hatalmas bosszú vágy tombolt benne azért, amit az amerikai tett. Szálljunk ki, uram, az autóból, és adját az iratait, utasította egy őrmester. Hassán kiszállt. Az őrmester alaposan átnézte iratait, közben egy pár katona gyorsan megnézte az autó belsejét, és kinyitotta a csomagtartót. Mi járatban van, Alexben uram? Az apámat látogatom meg. Nagyon beteg. Hassán tudta, hogy ha Galabiját viselt volna öltöny helyett, és a pakad helyett szamarat vezetett volna, az őrmester nem tanúsított volna ilyen udvariasságot. A kocsi tiszta, őrmester úr, de ezt találtam. Egy tizedes átnyújtotta a kést. Meglehetősen veszedelmes fegyver, jegyezte meg az őrmester, fölemelte a tekintetét, magyarázatot várt. Hasszán vállat vont, biztonságban érezte magát. Üzletember vagyok. Bizonyára tudja, hogy van ez, őrmester úr. Egyiptomban egy hozzám hasonlónak meg kell védenie magát a fosztogatóktól és a tolvajoktól. Az őrmester láthatóan pillanatig sem kételkedett benne. Visszaadta Hassánnak a kését. Megkérdezhetem, mire ez a kutatás? Nem, uram, nem kérdezheti meg. Gyerünk tovább, kérem. Hassán visszaszállt az autóba és begyújtotta a motort. Az előtte hosszan tekergő sivatagi úton látta vívő zsipjének és a mögötte haladó másiknak a hátsó lámpáit, ahogy a város felé robogtak. Dékön azt mondta neki, keresse meg a rendőrt, de hirtelen más jutott Hassan eszébe. Jobb ötlete támadt. 47. fejezet 19 óra 30 perc Haldert a forgalom zaja ébresztette föl. Kint sötét volt, a nyitott ablaktáblákon beszűrődött a holdfény. Amikor kinyújtotta Rachel utána kezét, a lány nem feküdt ott. Benyúlt a párna alá a revolveréért, kiszállt az ágyából, éppen fel akarta kattintani a villanykapcsolót, amikor meglátta Récsölt, aki az ablak közelében a náthonatú székben ült. A frászt hozod rám. Egy pillanatra azt hittem, elmentél. Megnyugodott, látta, hogy az utikönyv kinyitva fekszik a lány térdén. Mit csinálsz? Gondolkozom. Megcsókolta récső homlokát. Azt hittem, aludni akarsz. Úgy döntöttem, megnézem az utikalauszt. Van egy csomó út, amire nem is gondoltunk. Például. A kikötő az egyik. Onnan eljuthatunk Rasidba és tovább Kajróba. Oda nyújtotta a könyvet. Nézd meg magad. Halder a nadrág szíjába tűzte a revolvert, és felkapcsolta a villanyt. Rápillantott a könyvre, mielőtt félretette a fejét csóválta. Lefogadhatod, hogy Harry és barátai figyeltetik a kikötőt. Ráadásul túl lassú útvonal, és ha már kint vagy a nyílt tengeren, nincs hová menekülnöd. A könyv szerint van egy repülőtér. Valójában kettő. De hogyan jutunk át az őségen? Van katona igazolványod. Bedumálod magadat, és akkor keríthetünk fuvart. Ez nem olyan könnyű, Récső. Még ha egy repülőgép közelébe tudnánk is kerülni, rengeteg bonyodalommal jár. Mielőtt engednének felszállni, ellenőrizni akarnák a katonai igazolványt, de az is lehet, hogy már riadóztatták őket, hát ha ilyesmivel próbálkoznánk. De hát nem ülhetünk csak itt, és várjuk, hogy elkapjanak. Tennünk kell valamit. Némi kétségbeesés csendült ki a hangjából. Még mindig a sivatag a legjobb esélyünk. Lehet, hogy az egyedüli. És honnan lopunk járművet? Azt bízd rám! Megfogta a lány kezét, könnyeket vett észre a szeme sarkában. Akarod tudni az igazat? Áruld el! Sosem tudtam dönteni közted és Harry között. Mindkettőtöket szerettelek. És most? Rachel az ajkát rágta, mintha elkalandoztak volna a gondolatai. Ismét a sírás környékezte, aztán karját Halder nyakába fonta. Közelebb húzta magához a férfit. Amikor megcsókolták egymást, a férfi mellére hajtotta a fejét, szorosan kapaszkodott beléje. Olyan csendes itt fent? Lehet, hogy megfeledkeztek rólunk. Az előbb úgy hallottam, mintha valaki volna a lépcsőházban. Talán megnézhetnénk? Bízzunk benne, hogy szafa barátnőnk betartotta az egyességet. Utálok rágondolni, mi történhet, ha mégsem. Amikor Halder az ajtóhoz indult, kerékcsikorgást hallottak. Lekapcsolta a villanyt, és az ablakhoz lépett. Lent az utcán fél tucat katonai teherautó gyűlt össze, seregnyi katona szállt le róluk, lecsatolták a fegyvereiket. Ellépett az ablaktól, az arca megfeszült. Úgy néz ki, vendégeink jöttek. Elővette a pisztolyát. Öltöz gyorsan! Hételen dörömbölést hallottak az ajtón, egy hang halsant. Nyissák ki! Katonai rendőrség! Halder megdermett. Villanás alatt újabb dörömbölés következett, majd újabb hang szólalt meg. Jöjjenek ki feltartott kézzel, körül vannak véve! Néhány pillanatig eltartott, amíg fölocsúttak riadalmukból. Rájöttek, hogy a hang nem az ajtajuk előtt szól, hanem a nyitott ablakon jön be, valahonnan a szemközti épület egyik emeletéről. Halder kinézett, récső mellé lépett. Katonák és rendőrök jöttek minden irányból. Oda gördült egy jeep, Harry Weaver ült hátul. Kiszállt mellette az angol hírszerző tiszt, Sanson, akire Halder az állomásnál rálőtt. A férfi jobb keze vastagon be volt kötözve, mindkét férfi fölsietett az út túloldán álló épület lépcsőjén. Mi történik? kérdezte Récső. Vagy rossz címre mentek, vagy nem bennünket keresnek. Izgatottan vártak, majd nem sokára farecsegését hallották az egyik szemközti emeletről, mint amikor berúgnak egy ajtót. Öt perccel később látták, hogy Weaver és Sanson kijön az épületből. Nagy nyüzsgés támadt, amikor az épületből utánuk tódult az utcára vagy fél tucatnyi katonai rendőr, egy magas, szőke fiatalembert és egy arab nőt kísértek. Mindkettőjük a feje fölé emelte a kezét. Betuszkolták őket az egyik teherautóba, és elhajtottak. Vívő és Sanson kint maradt a lépcsőn. Elmélyülve beszélgettek néhány percig, aztán Sanson odalépett a gyipjéhez, beszállt, és elment. Látták, hogy Harry vívő csalódottan hátra maradt. Végignézett az utcán, a forgalmas kávézó felé, a környéket tanulmányozta. Aztán tekintette végigfutott a körben lévő épületek ablakain, mintha valamit fontolgatna, majd odament egy egyenruhás brit századoshoz, aki másik dzsibben ült. Úgy látszott, vitatkozik a tisztel. Halder az árnyékba lépett, és magával húzta récsőt. Attól félek, Harry úgy néz ki, mint aki stresszben van, és nem tetszik az arc kifejezése. Valamiben töri a fejét. Mi volt ez az egész az utca másik oldalán? Halder hallotta, hogy begyújtanak egy motort, megint kinézett az ablakon. Vívőr beszállt a dzsibbe, amely elindult, hátsó vörös fényei eltűntek az utcán. Úgy látszik, hogy rossz párt vettek őrizetbe. Harry most elment, de ha úgy dönt, hogy átkutatja a környéket, nem kell sok idő, és valaki bekopog az ajtónkon. Visszafordult Récsőhöz. Ahogy az amerikai filmekben mondják, ideje eltűnünk a városból. Mi a francért nem ellenőrizték az összes kupleráit? Tudakolta a dühösen vívő. Mely a szgp ben ült, a város központ felé robogtak. A százados elvörösödött. Hát, uram, néhány népszerű a nagyfőnökeink körében. Nem lenne jó becsöltetni, és... Vívő dühösen félbe szakította. Mennyi? Azt, azt hiszem, jól mondom, hogy talán fél tucatnál sem több. Mellesleg egy bordé nem valószínű menedék egy pár számára. Vívőr letörve csikorgatta a fogait. Sanson elment körbejárni az ellenőrző pontokat. A letartóztatott párról kiderült, hogy hadifogoly táborból menekült német dezertőr és prostituált barátnője. Weaver egy darabig még az utcán áldogált, a kopott épületeket méregette. A piros lámpás negyed eszményi rejtek hely, labirintusszerű mellékutcáival, európai menekültek által lakott lerobban szállodáival és népszállóival. Ezért kérdezte meg Meyershez visszatérve, hogy a körzetben valamennyi szállodát és bordét ellenőrizték-e a biztonság kedvéért. Nem, uram, ismerte be kényszeredetten Meyers. Most a magyarázat hallatán vívőr kifakadt. Állítsa meg az átkozott autót, utasította a sofőt. A dzsip a járda mellé húzódott, vívőr mérgesen a századoshoz fordult. Tudja meg pontosan, hány maradt ki, de piszog gyorsan, derítse ki a rádión, és fütyülök arra, hány tábornokot találnak letolt gatyával. Igen, igen is, uram. Myers bekapcsolta a rádiót, fölvette a kézi mikrofont, füléhez emelte a hallgatót, és néhány percig beszélt a recsegő készüléken csak öt olyan van, amit nem kutattunk át. Hol a fenében vannak? kérdezte Weaver. Az egyik a kikötő közelében, a másik a kornis mögött. A további áron San Stefano és Sidi nevű külvárosokban. Többségük felső kategóriájú intézmény európai lányokkal. az ismét elpirult. Még mindig azt javaslom, uram, ne rúgjunk be minden ajtót, ez felbőszíthet ott egy vendégeskedő nagykutyát, és akkor pokolizűr keletkezik. Ez az én gondom, nem a magáé. Először jöjjön a kikötő és a kornis, azok vannak a legközelebb. Bívőr megütögette a sofőr vállát. Induljon! 19 óra 50 perc Hasszán izzadva vezette a pakardot a keskeny utcákon. Kétszer elvesztette Vívőt, amikor a dzsippek a város felé robogtak, aztán ismét megtalálta a külvárosokban. Öt perccel később látta, hogy Vívő sofőri a piros lámpás negyedbe fordul, és rákanyarodik egy utcára, amelyen katonai teherautók sorakoznak, mindenütt katonák láthatók. Aztán éles mozdulattal a járda mellé kormányozta az autót, és rátaposott a fékre. Úgy tetszett, a folyik. Katonák és rendőrök tucatjai zárták el az utcát. Vívőr és a szempántos tiszt eltűnt egy épületben, majd kisváltatva kijöttek, nyomukban csoport katonai rendőr, feltartott kezű férfit és nőt kísért ki. A párt betuszkolták egy terrautó hátuljába, és elhajtottak velük. Hassán káromkodott. Nyilván megtalálták a két németet. Látta, hogy Weaver visszamegy a jiphez, és a századossal vitatkozik. Hasszán megpróbálta kitalálni, miről lehet szó, amikor odajött egy egyiptomi rendőr. Tovább kell mennie, uram! Mi történik itt, rendőr úr? A rendőr végignézett Hassán öltönyén, az amerikai autón, és látszott, hogy úgy dönt, fontos ember lehet az illető. Tisztelgett. Elfogtunk egy német dezertőrt, mondta büszkén. Hassán a homlokát ráncolta. Nagy felhajtásnak látszik egy dezertőr miatt. A rendőr csupán a vállát vonogatta. Sajnos tovább kell mennie, uram. Hassán látta, hogy vívőr ismét beszáll a dzsibbe, és más irányba indul, mint a teherautó. Nem értette, mi folyik. Ha megtalálták a két németet, vívő miért nem megy a foglyok nyomába? Hasszán elindította az autót, és tett még egy utolsó próbát a rendőrnél. Ki az a nő, akit őrizetbe vettek? A szökevény barátnője, a helyi sarmuta. Menjen tovább, uram! prostituált. Hassán vigyorgott, megértette. Nem csoda, ha vívő dühösnek látszott. A katonaság nyilván rossz párt kapott el. Kitolatott a mellékutcából, előre menetbe kapcsolt, és vívő dzsipje után eredt. 19 óra 50 perc Gabriel Piru kétségbeesve töldelte a kezét, percről percre kellemetlenebbül érezte magát. Izgatottan nézegette az íróasztalán a telefont. A fenti férfi és nő lesz az a pár, amelyiket a katonaság keresi, erről már meggyőzte önmagát. Remélte, hogy egyszerűen csendben elmennek és megkímélik őt, hogy ki kelljen hívnia a katonai rendőrséget, de eddig ez nem történt meg. Amikor fellopakodott, hogy ellenőrizze, az ajtó belülről be volt zárva. Egy razzia kellemetlenül érinteni ügyfeleit, és katasztrofálisan hatna az üzletmenetre. De az utolsó vendég több mint egy órája ment ki a hátsó ajtón, ő pedig szabadidőt adott a lányoknak aznap estére. Nem tudott tovább várni, hogy a pár elmenjen, és legkevésbé sem akart összetűzést kockáztatni. Reszketve nyúlt a kagylóért, a katonai rendőrség parancsnokságát tárcsázta. Férfi hang felelt. Rendőrség, Squire szőrmester beszél. Van, van egy információm, ami talán érdekelheti magukat. Szólalt meg Gabriel. Ki beszél? Gabriel megmondta a nevét és a címét, beszámolt a törzsőrmesternek a párról, megadta a személy leírásukat. Feleletként hosszú csend következett, majd izgatottságot hallott ki a férfi hangjából. Megismételni a címét? Gabriel ismét megmondta, majd izgatottan kérdezte: Mennyi idő alatt érnek ide az embereik? Tíz percen belül ott lesznek, hölgyem! De ne tegyen semmi ostobaságot! Ha ez az általunk keresett pár, akkor fegyver van náluk, és nagyon veszélyesek. Csak tartsa a vonalat! mondta bátorítóan a törzsőrmester. Addig itt leszek, amíg megérkeznek. Lábánál felugatott az Uszkár. Gabriel szíve ilyettében nagyot ugrott. Donni, kérlek! Minden rendben van, kisasszony? kérdezte a hang. Igen, rendben. Tíz perc. Egy örökké valóság. És cseppet sem volt ínyére a fegyver és a nagy veszély. A legjobban azt tenné, ha csendben kiosonna a hátsó ajtón, és mindent ráhagyna a megfelelő hatóságra. Éppen bele akart szólni a kagylóba, hogy elmondja a törzsőrmesternek, mit tervez, amikor halk kattanást hallott, és körülnézve meglátta, hogy nyílik a szalon ajtaja. A pár állt ott. A férfi fegyvert tartotta kezében. Rossz kislány volt, madám. Most kérem, rakja le a telefont, és tegye pontosan, amit mondok. Húsz óra. Miközben vívra a tenger felé igyekezett, a hátsó ülésen recsegett a rádió. Megfordult, és látta, hogy a rádiós fölveszi a fülhallgatót, és beleszól a mikrofonba. Néhány pillanattal később a férfi felnézett. Üzenete van, uram! Valaki telefonált a rendőrségre. Egy hölgy azt állítja, hogy az ő házában van az általunk keresett pár. Vívő szíve nagyot ugrott, szólt a sofőrnek, hogy lassítson. Mi a cím? A rádiós megmondta, Meyersre pillantott, és megpróbált elnyomni egy mosolyt. Első osztályú kupi, uram, néhány nagykutyánál nagyon népszerű. Az ügyelet oda küldött két tucat embert. Perceken belül ott kell lenniük, de csak néhány utcára van, mi előbb odaérhetünk. Weaver izgatottan megszólalt. Adja le, hogy senki ne hamarkodjon el semmit, amíg odaérek. Élve akarom azt a párt. Mi alatt a rádiós a mikrofonba beszélt, Bívőr oda kiáltott a sofőrnek. Mozgás katona, taposson a gázba! 20 óra, 5 perc. Az Oscar Halder lábánál ugatott. Halder odaszólt Récsőnek. Vitt ki a kutyát, aztán keríts egy törőközőt és lepedőt. A földszinten kapcsolja le minden villanyt. Récső fölemelte a tiltakozó állatot, és kivitte a folyosóra. Halder hátra nézett Madam Pirura. A nőt megbénította a félelem, de láthatóan megkönnyebbült, hogy nem lőtték le. Mit mondott a katonai rendőrségnek? Elmesélte, majd Halder megkérdezte. Ki van még az épületben? Senki, mindenki elment. Azt, azt hittem baj lehet. Nagyon előre előrelátó. Van véletlenül autója? A nő nem válaszolt. Halder fölemelte a fegyvert, és gyengéden megszólalt. Madam, igazán ellenkezik a természetemmel, hogy megfenyegessek egy hölgyet, de higgye el, komolyan beszélek. Van, van egy citroenem. Hol? Hátul a garázsban. A hátsó utcára nyílik a garázs? Igen. Hol vannak mindkettőhöz a kulcsok? Az íróasztalom alsó fiókjában. Halder megtalálta őket. Feltételezem, hogy van a tartályban üzemanyag. Gabriel bólintott, még mindig eszketett. Katonai kapcsolatai biztosították, hogy minden bőbőségesen el legyen látva. Hirtelen mindketten hangos kopogást hallottak. Úgy hangzott, mintha a folyosó végéről a bejárat felől jönne. Ki az? A francia nő rendkívül riadnak látszott. Vagy gyorsabban jött válasz a telefonhívására, mint gondolta. Halder kitérte a telefonzsinót a falból, amikor Récső visszajött a törőközővel és a lepedővel. Valaki van a bejáratnál. Hallottam. Letette a fegyverét, összetekelte a lepedőt, és odakötözte a madámot az egyik székhez, aztán a törülközőt a szája köré kötötte. Néhány vendégével ellentétben nem mondhatom, hogy öröm volt itt lenni, madám. Remélem, nem túl sokáig lesz ilyen kényelmetlenül. Gabriel Piru felpeckelt szája a fészkelődött. A folyosó felül hangosabb lett a kopogás. Halder fölvette a revolvert, és odabólintott récsőnek Gyerünk! 20 óra 5 perc. Vívő a lépcsőn állva harmadszor is dörömbölt a bejárati ajtón. Fölnézett a négyszintes épületre. Nem égtek a fények, a hely teljes sötétségbe borult. Elővette a pisztolyát, mellette állt a jip sofőrje és egy tizedes, kezükben könnyű géppuskát tartottak. Melyez és a rádiós a járdán várt, fegyverük készenlétbe helyezve. A kornison átvezető sétány járók elői odanéztek, néhányan kíváncsian megálltak bámészkodni. Bívőr odaszólt a tizedesnek. Mondja meg nekik, hogy menjenek tovább. A tizedes engedelmeskedett, vívőr pedig lement a bejárati lépcsőn, és melyezhez fordult. Biztos, hogy ez az a cím? Igen, uram, jól ismert hely. Egy francia nő, Madame Piu vezeti. Akarja, hogy megnézzem, van-e hátsó bejárata? Azt hiszem, odébb van egy mellékutca, amelyik hátra vezet. Vívőr visszanézett az épületre. Ha volt bent valaki, mostanra már meghallhatta a kopogását, de nem gyulladtak fények, és ettől gyanakvóvá vált. Ne, majd én megnézem. Maga maradjon itt, és fedezze a bejáratot. Ha bárki kijön, figyelmeztesse, mielőtt lövöldözni kezd. Ha megérkezik a többi ember, mondja nekik is ugyanezt. Élve akarom a párt, ha lehet. Vívőr meglátta a sötét mellékutca elejét. Az visz hátra? Azt hiszem, uram bólintott Meyers. Weaver felhúzta a pisztolyát, és elsietett a mellékutca felé. 48. fejezet Halder kilépett a hátsó udvarra, Récső mögötte ment. A fenti ablakból korábban látott melléképület volt a garázs. Az egyik oldalon nyílt a bejárat, nem volt bezárva. Oda bent kolom sötét és olajszag volt. Végig tapogatta a falat, és felkattintott egy villanykapcsolót. Fekete, háború előtti Citroen fényesre polírozott lökhárítókkal és karosszériával. A garázsnak dupla szárnyú fajtaja fa volt, az egyikbe kis ajtót vágtak. Nézd meg, nyitva van-e? Halder megrántotta a Citroennek a sofőrülés felüli ajtaját, és beugrott. Récső megrázta a garázs ajtókat. Szárva vannak! Halder odadobta a kulcsokat, récső rátalált a megfelelőre, és elfordította a zárban. Még ne nyisd ki, majd én kinyitom, ha kész vagyok, mondta Halder. Na, add vissza a kulcsokat. Récső visszadobta. Halder elfordította a sluszkulcsot, a motor köhögött egyet, aztán lefulladt. Imádkozz! Újra megpróbálta, még egyszer, végül aztán harmadszorra beindult. Végre! Velünk vannak az istenek! Szállj be! Récsől beült az első ülésre, Halder a kiskapuhoz ment, résnyire kinyitotta, és kilesett. Kockaköves mellékutcát látott, amelyet megvilágított néhány épület és a szemközti kávézó fénye. Néhány arab és néhány szolgálaton kívüli katona járkált az utcán. Éppen ki akarta nyitni a garázsajtót, amikor zajt hallott feljebbről a mellékutcából. Férfi közeledett kocogós tempóban, a garázs felé jött, kezében pisztolyjal. A járók félreálltak az útjából, és Halder azonnal felismerte Harry Weaver-t. Gyorsan visszalépett, és becsukta a kisajtót. Úgy tűnik, elhamarkodottan szóltam. Mi a baj? kérdezte Récsel. Vendégünk van. Hogy pontos legyek, Harry az, és erre tart. A madám telefonja riaszthatta. – Komolyan beszélsz? – Hidd el nekem, ő az. Ülj be az ülésre, és állítsd le a motort. Maradj az autóban, és egy hangot se szólj. Récső megtette, amit mondott neki. Nekidőlt a műszerfalnak, lekapcsolta a motort, a garázsra síri borult. Halder a fali kapcsolóval leoltotta a világítást, és visszabotorkált a Citroënhez. Kis váltatva hallották a nyikorgást, ahogyan valaki kintről kinyitotta a kaput, aztán csend lett. Kis idő után Récső képtelen volt elviselni a feszültséget, suttogva kérdezte. Hová ment? Gyanítom hátra, bennünket keres. Nem kellene ti mennünk innen, mielőtt késő lesz? Halder kiszállni készült a kocsiból. Picit módosult a terv. Maradj itt, és egy hangot se hallas. De ez örültség, Harry! Csak tedd, amit mondok. Harder leintette, felhúzta a revolvert, kiszállt az ülésről, és eltűnt a sötétben. Weaver számolta a hátsó ajtókat, miközben a hátsó fal mentén haladt, kezében a pisztolyjal. Alig figyelt az utcán a megdöbbent járókelőkre, akik bámulták. Ívelt vaskapuhoz érkezett, amely kis kockaköves udvarra nyílt, mögötte néhány fügefa állt. A fal mentén feljebb dupla szárnyú fajtót fa látott, de nem arra figyelt, hanem megpróbálta kinyitni a kaput. Recsegve kinyílt, belépett az udvarra. A kockaköves rész végén ajtó volt az épület hátsó részén. Arra felé ment, és sorban lenyomta a kilincset. Az ajtó kinyílt, sötét folyosón találta magát. Egyik oldalon sötét konyha volt, tovább haladva néhány szoba nyílott. Tudatában volt a bensőjében felgyűlemlet elviselhetetlen feszültségnek, miközben tapogatózva, készenlétbe helyezett pisztolyjal ment a folyosón. Zajt hallott, megállt. Kutyaugatásnak hangzott, a folyosó végén lévő egyik szoba felől jött. Az ajtó felé ment, megállt, előtte. Ismét felhangzott a vakkantás. Készen helyezte behelyezte magát, rátette a kezét a kilincsre, lassan lenyomta, és lövésre készen berobbant a szobába. Egy uszkár ugrált a lábánál. Majdnem lelőtte az állatot, mielőtt észrevette a székhez kötözött, törőközővel felpeckelt szájú nőt letette a pisztolyát, meglazította a pecket, a nő levegő után kapkodott, a megrázkódtatástól fafehér fehér volt. Messi, hála Istennek, hogy idejött! Weaver kiódozta, a nő felkapta az uszkárt és magához ölelte. A sváb disznók pokoli helyzetbe hoztak bennünket. A petit donnit is és engem? A nőből záporozott a francia káromkodás, amíg vívőr közben nem szólt. Madame Pirou? Oui, Hol van a pár? Weaver kilépett az udvarra. A veranda túloldalán látta a garást, óvatosan arra ment. Habozott, mielőtt lenyomta az ajtókirincset. Belül sötét volt, de ki tudta venni egy autó elmosódott körvonalait. Halder és Récső végül is nem vitte el. Belépett. A garázs üresnek látszott, erős olaj és dohszag érződött, de amikor a villanykapcsoló után tapogatott, fegyvercsőjének hidegét érezte a tarkóján. Egy szót se, Harry! suttogta egy hang. Ne próbálj megmozdulni, különben tényleg rákényszerülök, hogy megöljelek. Most biztosítsd a fegyveredet, aztán esd a földre. Weaver engedelmeskedett, és a pisztoly nagyot csattanva lehullott a padlóra. Másodperccel később felgyulladt egy villanykörte, a garázsfényben úszott. Weaver előre merett. A Citroen utasülésén ott ült Rachel. A lány körülnézett, a tekintetük összetalálkozott, és mielőtt Weaver megszólalhatott volna, előlépett a hátamögül Halder, a kezében revolvert tartott, és fölemelte a koltot. Újból találkozunk, öreg barátom, és alig ha kellemes körülmények között. Mi a fene folyik? Ha nincs ellenedre, spóroljuk meg az újra találkozásról szóló beszédeket későbbre. Most menj a kocsi elejéhez. Vívő szót fogadott. Halder kérdést tett föl neki. Van odakint embered? Amikor vívőr habozott, Halder folytatta. Ne hazudj, Harry. Ellenkező esetben emberek halhatnak meg. Beleértve bennünket is. A bejáratnál vannak, én hátra jöttem. Egyedül. Igen. Ülj a sofőrülésbe. Nem fogtok elmenekülni, mondta Vívő. A, a körzet körül van véve. Lehet, de van egy ász az ingujamban. És mi az? Halder mosolygott. Később megmondom, Harry. Most szállj be az autóba, és tedd pontosan, amit mondok. Hajts ki az utcára, fordulj balra, és indulj ki a városból kelet felé. Addig menj, amíg nem szólok, hogy állj meg. Őrült vagy, Jack, száz méterre sem jutsz. Az egész városban hemzsegnek a katonák és a rendőrök, benneteket keresnek. Ezzel a tényel tisztában vagyok. Szállj be az autóba. Weaver beszállt récső mellé. A lány arcába nézett, elárasztották az érzelmek. Récső! Szervusz, Harry! Mielőtt Vívőr folytathatta volna, Halder beszállt a hátsó ülésre, és a bordái közé nyomta a revolvert. Nézd meg, tiszta-e az utca? utasította a récsőt. Ha gyanúsat látsz, szóljál! Récső Récső végrehajtotta Halder utasítását. Oda ment, és kilesett a kis ajtón, majd visszatért. Minden csendesnek látszik, eltekintve néhány járók előttől. Nem láttam fegyveres katonát. Akkor adjunk hálát az apró kegyekért, talán kicsit megelőzzük Harry különítményét. Nyisd ki az ajtót, aztán gyere vissza. Récső kitárta a dupla szárnyú ajtót, mögötte ott volt a mellékutca, visszajött, beült az utasülése. Indítsd el az autót, Harry. Jack, az Istenért, legyen eszed, nem juthatunk messzire. Halder erősebben nyomta a fegyvert a bordái közé. Nem akarok semmit sem tenni, amit megbánnék. És amíg nem szólok, ne kapcsolt be a fényszórókat. Weaver elfordította a kulcsot, és a motor elsőre beindult. Vezes ki, utasította Halder. Ha bárki megpróbál bennünket megállítani, vagy az utunkba áll, keményen tapos a gázra. És ne feledd, ne is próbálj megállni, amíg nem szólok. Weaver gázt adott. Megvárta, amíg a mellékutcában egy arab pár elhalad előttük az útból, aztán sebességbe kapcsolt és fölengette a koplongot. A Citroen előre és kirobogott balra.